Jó estét kívánok mindenkinek! Február 24-e. Tudtátok, hogy amúgy most van a szökő év napja? Nem 29-én? Ezt az előbb a gondoltad volna, olvastam, vagy valahol? Na mindegy, ez egy ilyen kis mellékes információ. 24. GTA 5 RP szokás szerint. Megnézzük, hogy ma mi lesz Rich barátunk sorsa. Egy igazi vadállat, ki fog derülni, hogy mi fog történni Rich-sel. Veszünk majd új autót. Sziasztok! Szép estét, remélem, hogy vártátok. Puncs, te vadállat, az, hogy a gameplay jött értesítés oroszlán is. Mostanában kiküldi az értesítést amúgy. Ő eléggé boldog vagyok mostanában. Már tegnap 9 óta várom. Kiskincsi sztojka, köszönöm szépen. Erre várt egész nap, ugye? Szia Viki. Hello, hello, bízom benne. Jó napot. Szia Attila. Köszi, köszi, szia, mester, jól vagyok, Viktor, köszönöm, Hali, Titánius, sziasztok. Mire gyűjtünk be, Bence, fogorvosra, hónap megyünk fogorvoshoz, jó? Oké, és hónap 11-re van jelenésem. P.O. Péter, fel fogjuk hívni P.O. Pétert majd, hogy mi a helyzet. Verjétek meg, Rich, szegény Rich, te vadállatasztal, szia, Simon, mit fogsz csinálni? Autót is szeretnénk máma vásárolni, én is erre vártam egész nap. Hát Géza, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen, Anno Boys, jobbulás, szia Ádám. Szerver 4-en leszünk, annyi, hogy nem lesz fegyverünk. A szerver 2-3-4-ről, szia Levis, kivették a ingatlan tárolót. A csomagtartóba lehet rakni a fegyvereket, az egyes szerverről nekem majd át kell vinnem a cuccokat, de most nem lesz fegyverünk, ezt is fogjuk intézni majd. Mi lesz Szlávával? Szláva él és virul minden, úgyhogy legyél rendőr az RP-ben. Most nem rendőrözünk, most építjük a csapatunkat. Egy kicsit beszélgetünk, versenyautót veszünk. Hát van 37 milliónk majd ki fog derülni. Helikopter is lesz majd, Tamás. Szia Erik, bocsánat. Sorsolás lesz, Laci, igen, megkaptad már a dedikálókártyát, örülök neki. Aki csatornatag lesz, kap dedikálókártyát. Köszi, most tettem ki Instára papámnak, ma van a 65. születésnapja. Köszi, köszi. Holnap délelőtt, Dávid, nem hiszem, ne arra, hogy megyek hónap délelőtt fogorvoshoz, képzeld, de megtömnek szerintem. Szlávát nagyon adom, egy igazi át. Szláva, igen. Köszi, köszi. Hogy lehet csomagot küldeni leírásba, ott az e-mail címem, és akkor ott lehet. Donételni a chat alatti dollárjelnél lehet, aki szeretne fogorvosra donétet küldeni. Az nem jó, Szili. Köszi, köszi. Instán fel lehet köszönteni a papámat, Nazdani 0411, lehet neki írni. Lopja autót, azt is Krisztián kellene. P.O. Péter. Köszönjük. Így nem veszett el Kevin a fegyverem, az egyes szerón ott van. Csak a 2-es, 3-as, 4-esen vesztek el, és azért megyünk a 4-esre, mert oda főférnek a többiek is, akinek nincs prioritása. Milyen kocsit veszel? Ezt majd megbeszéljük a játék közben. Isten értesse, sokáig köszönjük szépen a papám nevében is. Onnan jöttem el, éppen tortázás volt, csak ugye én nem eszek tortát. Mondom, jöttem haza, szia Karcsi, jöttem haza live-olni. Jól vagyok, Dani, köszi. Persze, Barbie, vissza lehet nézni. Szia, Joke király, szép jó estét. Most 37 milliónk van. Megérkezett a kártya. Valaki azt mondta, hogy szánalmas ez a NASZ RP. Ilyen információk ütötték a fejemet. Tudom, hogy nem csináljuk annyira jól, de igyekszek azért jól csinálni a dolgokat. Úgyhogy remélem, hogy ti élvezitek. Egy boldog névnapot. Persze, ma van Matyi? Ma van Matyi, vagy holnap? Ma van a karakterünknek a névnapja? Hogy lett ilyen sok pénzed? Jó kapcsolataink vannak. Te vagy a mester, köszi, köszi. Látod, Lies, itt óriási streamelések vannak minden este. Ezen a héten szombaton nem lesz stream, azért mert Ákoskának a születésnapja lesz, jó? Ma van, holnap lesz. Valaki azt mondja, hogy holnap lesz. Mindjárt kezdünk, Attila. Köszönöm, Anno Boys. Király Sapekot, köszi, köszi. Úgyhogy ne haragudjatok, tudom, hogy nem mindenkinek tetszik, de igyekszünk azért itt jó szabályszerűen csinálni a dolgokat és élvezetes live-ot csinálni. Ha ma van, akkor ma Matyika születésnapjára gyűjtünk, jó? A karakterünk, köszi. Köszi, köszi. Boldog szülnapot, köszönjük szépen Ákosnak is, papának is, minden nap van live. Egy héten 6 live van, Ádám, igyekszem. 5 biztos van, de 6 is szokott lenni. Köszi, köszi. Jöhetsz velem fogorvoshoz. Aki szeretne, nyugodtan jöhet fogorvoshoz velem. Én félek amúgy, hónap sírni fogok reggel szerintem, amikor főkelek. Hogy fogok. Igen, Discord szervelünk a leírásba, szerver cuccok a leírásba.
Majd megnézzük. Holnap még szóbelire. Szökőjében, de most nem így van. Szökőjében te 25... Értem, Matyi, értem. A live elején elmondtam, hogy amúgy most van 24-én a szökőjében, nem 29-én. Ma olvastam éppen. Jól vagyok, köszönöm szépen. Hello, hello, sziasztok, megvárjuk még az új embereket. A mai videót majd nézzétek meg, kiskörösön lesz közönség találkozó, úgy néz ki. Vadállat, Pál, köszi. A kártya? Csabusz, 5-6 munkanap elő, visszaértem e-mailbe. 5-6 munkanap, jó? 179 tagunk van, leírás másik során tudtok csatlakozni, aki akar, kaptok dedikáló kártyát, és használhattok emótokat. Sziasztok. Köszi, köszi. Köszi, köszi. Már engem is idegesítem, de nem tudok leszokni róla. Mindjárt kezdünk, jó? Nem sokára, csak várunk még egy kicsit. Hogy lehet dedikáló kártyát kapni? Leírás másik sor, hogy biztos kapsz, de viszont lesz sorsolás is, jó? Oké, és live végén. Fenyítünk, Mazoli! Muszáj fenyíteni. Meddig lesz live? 3-9-ig szeretnénk, 8:30-9. Tegnap nézői rekordot döntöttünk, 2200. Türelmesen elérjük a 400.000 feliratkozót, így van. A Facebookon is nagyon sokan felköszöntöttétek a papát, meg Instagramon is, most nézem. Úgyhogy nagyon kedvesek vagytok, nyugodtan lehet írni, majd örülni fog a papa, hogy fő... Már majdnem 1000 like van a képen, köszönjük szépen. Instagram modell leszek, eldöntöttem. Jó vagyok, Elims FN, köszi. Ma van a karakterem névnapja, így van, így van. Úgyhogy felköszöntjük ma. Csinálunk egy névnapot itt a... Elküldöd, igen. Igen, Ádám, ma elpustáztam neked a kártyát, jó? Csabusz, te állat. Köszi, köszi. Sima G2-t nem lesz. Most RP-zünk, mert látom, hogy nagyon szeretitek. Valaki beteg, tyúkod... A tyúkom is... A tyúkom TikTok sztár lett, Cili. Az egy állat az a tyúk. De egyik nap az kakas megettük amúgy. El kellett fogyasztanunk. Meg kellett étkeznünk. Névnapra kap? Tényleg! Majd mondjuk, hogy névnapom van! Itt a... Na, ez jó! Jó téma lesz máma, úgy érzem. Köszönöm Noémi a fogorvosra a támogatást! Első donételőnk, Balog Noémi! Köszönjük szépen! Matyi névnapjára! Csabusz még nem, mert a nevedet nem írtad le tegnap este, úgyhogy itt van. Itt van, nem mutatom meg. Itt van, holnap adom fel, jó? Köszi, 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 Marton Gergő, kedvesek vagytok, nem sokára indult Benjamin. Egy kis bevezető beszélgetés. Donét érkezett a házhoz. Köszönjük szépen, szia Názdani. Nasz, de köszi. Jobbulást a betegeknek. Boldog, kezdünk, elmegyek. Liliana, pillanatokon belül kezdünk, köszönjük szépen. Szép estét. Azért még valaki most érkezik, és megvárjuk a kedves nézőket. Valaki ezt donételni kell is, de hónap végén. Igen, Tomi, azért csodálkozok is, hogy hónap végén valaki donétel, köszönöm. Türelem, türelem. Durva, tegnap nézői rekord. Rekord dőlt meg, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy like, egy sajnálat a kakasé. Hát, finom volt a kakas, finom volt. Itt Rémen, tudjátok, mi szokott lenni? Kakas fesztivál a falunapunk, mert régen benne volt a címerben a kakas is, úgyhogy a rémi kakas az nagyon finom, tényleg. Jó youtuber vagy, köszi. A tegnapi videót meg megnéztétek 50 000-re, rosszul is voltam. Rosszul is volt. Richnek büntetéssel. Tényleg Richsel mi legyen, ha hozza a 15... Ezt beszéljük meg a live elején. Hozza a 15 milliót, akkor mi legyen? Adjunk neki egy esélyt? Oké, Levisz, majd live után megnézem, köszönöm. Holnap én is megyek. Rém Bács-Kiskun megyébe, Baja mellett. Köszi, Sony Vegas, szia Varga, a sapkám Jordan sapka, igen. Igen, egy kedves nézőtől. Hello Laci, szia. Vedd be, adjunk neki még egy esélyt. Tegnap megsajnáltuk, tegnap megsajnáltuk, valljuk be őszintén. Megvan a Nasdan is póló GTA-ba, köszi, köszi. Erre is már jön. Igen, Mászili, neked is érkezik, jó? Másnap mindig feladom postán, csak csabosztok azért, mert a neve kellett még. Autót nem tudom, DJ Booster, miért fogunk venni. Üssétek szét. Igen, kellene valami feladat neki. Kellene valami jó feladat neki. Azt 50 millió, hát mire azt összeszedi amúgy. Lehet, hogy át fog verni minket többször is, nem? De majd érdekes lesz. 55-kor indítom a játékot, jó? Tegnapi videó. Igen, a tegnapi videót is 50 000-en megnéztétek, köszönöm. Ja, és lehet, hogy James küldte ránk azokat az embereket, a rablókat, nem? Az problémás lehet, de majd kiderül. Boltot még nem tudunk rabolni, amíg a többiek nem frakció tagok, be fogom vinni őket a frakcióba. Szláva és Tomás lesz a legbizalmasabb emberem.
Úgyhogy jó lesz. Halló, halló. Szia, Jay John. Hello, hello. Kevés a 15 milla, azt mondjátok. Hello, Bence. Nem tudom, majd alakul. Föl fogjuk hívni, és megkérdezzük, hogy hol tart. Dani, te pacal, köszi. Köszi, Máté. Látjátok, ez a jó ebben a játékban. Váratlan helyzetek. Geri nem köpött, Rich köpött, Richse, visszük tovább a cuccot. Gerivel megbeszéltük. Csatornatag vagyok. Csatornatagot kiírja a cseten, ha valaki csatornatag lesz, srácok, lányok. És ott van egy emót mellettetek. Nagyon sokan próbálkoznak e-mailbe, hogy szia Dali, csatornatag vagyok, küldjek kártyát. Hát nekem ezt a YouTube kijelzi, és itt cseten is megjelenik, aki csatornatag lesz. Úgyhogy köszönjük. Inkább, mint suli. Hát én inkább suliba mennék, mint fogorvoshoz. Csáó, csáó. Rics már kapott tegnap egyet. Elmegyek fürdeni, és jövök. Jó, Ákos, jó fürdést kívánok neked. Nem, Tomás volt a verekedős csávó. Szláva bírt magával. Szláva az nagyon tudja intézni ezeket a dolgokat. Köszi. Persze, Jason, persze. Szia, Dani, nem vagyok csatornatag, egy kártyát. Aki nem tud csatornatag lenni, sorsolás lesz a live végén. De úgyis lehet, hogy valaki tag lesz, mint például Levis, és felajánlja a kártyát, hogy sorsoljuk ki. Vannak ilyen jó szándékú vadállatok. Köszönjük, köszönjük. Na, gyerekek, nyomjatok egy lájkot, és akkor kezdjük, jó? És akkor indítom a dolgot. Jó, oké, és oké, Szlávával beszéltem előbb Discordon. P.O. Péter, na hát az... Jaj, gyerekek, hát én Ahmedet meg kell keresnünk. Leírás második sorába tudtok tagok lenni, vagy a csatlakozásra rá kell menni. Köszi, köszi. Beköp. Hát csak nem fog beköpni. Köszi. Megyek Danikához, amúgy holnap után lesz Danikával videó, jó? Oksa? Hogyha nincs ellenetekre. Köszönöm, köszi. Szia, Dani, nem vagyok csatornatag. Látom, aki tag kijelzi a chat. Szláva egy vadállat. Reméljük, hogy a Discord elindul. De gyerekek, nem megy a 5M. Gyerekek, nem megy a 5M. Miért nem megy a 5M? Köszi, Jason 1119! A támogatást a kezdő donételőkkel nem bírni. Nagyon jó, nagyon jó. Gyerekek, nem megy a 5M. Kaptam egy kettes matekból. Gyerekek, ez miért van, hogy nem megy a 5M? Valaki tudja? Mert nem akar elindulni. Másnál megy. Mikor kezd? Nem bízzunk Jamesbe, vadállat bátya. Gyerekek, valamiért nem megy a 5M. Így donét érkezett a házhoz. Elindítom, de nem jön be. Köszi, köszi Csaba. Köszi, megy. Igen, nálam megy. Nem tudom miért. Valami történet van. És nézd meg, el van-e indulva. Control Alt Delete. Nem, nincs elindulva. Valamiért nem megy. Nálam. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy miért nem megy. Dani, te állat, sziasztok! Hali, hali. Nem tudom miért. Várjatok, valamit csinálok. Jó. Oké, és megpróbáljuk. Gépre si kell, azt mondjátok? Én kaptam... Mit kaptál? Minden oké, köszönöm szépen. Most tölt. Be kéne jönnie. Na bejött. Gyerekek, tudjátok mi a baj a 5M-mel? Ki kell kapcsolni a vírusírtót. Tényleg. Elindult most. Köszi, köszi. Jó. Jó, jó. Kezdő, végző. Jó, és akkor itt vagyok, jó? Itt vagyok. Megérkeztünk, gyerekek! Ma is lesz. Köszönöm a támogatásokat, nagyon kedvesek vagytok. Így hónap végén ki az a vadállat? Tényleg a vírusírtó. Ki az a vadállat, aki hónap végén donétel amúgy? Nekem nincs is! Látod, Ákos, az a megoldás! Ha nincs vírusírtó... Fent vagyunk Discordon, gyerekek. Szerintem ez a játék, ez teljesen kiborít minket néha. Sziasztok, sziasztok. Örülök, elindult. Nem kell gépresi. Én is örülök amúgy. Köszi, köszi. De a következő oldal kicsapom az Eli szponzort. Hát Levisz, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Egy Eli szponzorunk van eddig amúgy. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen vadállatok, aki ezeket is igénybe veszi. Nagyon hálás vagyok érte. Na, Discordon fönt vagyunk. Most tényleg fönn vagyunk. De fönn voltunk az előbb is, erre meg nem. Köszi, köszi. Ja, jó a történet amúgy? Örültök neki? Tudod, hogy kell csinálni a szervert? Nem tudok. Szia, Evelyn, rég láttalak, hát mi újság? Igen, 3-9-ig vagyunk, jó? Oksa, most már így nyomjuk. Mert nagyon gyorsan eltelik így is az idő amúgy. Dani, ha adsz pénzt, donételek. Ennyi.
Ennyi. Ez így működik. Kriszt is fél fogjuk hívni. P.O. Pétert is lehet. A négyesre megyünk? Négyesre? Ugye a négyesre? Ugye remélem, hogy a négyesre mentünk fel. Bízom benne. Bízom benne, hogy a négyed nem ilyen külföldi szerver négy. Szuper. Szuper, szuper. Dali, te vadát. Köszönöm, Tomi. Köszi Beketts, jó étvágyat. Sziasztok. Love Péter. P.O. Péter egy. Hát Love Péter, meg mit mondott? Kutya, azt mondja. Meg azt mondja, a zsidót keresi, mert apjúvácsot akar. Szia, Petyke, venni. Most túl korán. Értem. Köszönöm, Evelin, kedves vagy. Sziasztok, szia János, üdvözöljük a tagokat! Másodban P.O. Péterről beszéltünk egész nap. Na botan, P.O. Péter, jó, jó téma. Köszi, köszi. Hali, szia Ádám, köszöntjük az új tagokat. Ha Rics kibé, 3 órát, P.O. Péter, tényleg P.O. Péter mellé kellene beosztani Ricset. Ha el tudja viselni, akkor... Tegnap nem, de azért kár, ezt mondtam, tegnap 180 tagunk volt, de valaki csak egy hónapig előfizető, szóval lehet, hogy aki január 24-én előfizető lett, vagyis csatornatag, ebben a hónapban már nem. Ezért csökkenhet. Ezért csökkenhet. Richard tényleg be kellene tenni oda P.O. Péter mellé. Nem is tudom, hogy ki bírná-e. És ki az elit szponzor? Péternek hívják. Péternek, itt szokott lenni a cseten is. 6 személyes kocsi. Na, az újak kedvé elmondom, hogy a szerver 2-3-4-ről ki lett véve az ingatlan tároló, ezért fegyverünk most nincs, a szerver 1-ről át kell hoznom majd a fegyvereket. Most mi van? P.O. Péter. P.O. Péter belaggótatta, nem? Jó, meg vagyunk. És a csomagtartóba lehet betenni. Az autó csomagtartójába lehet betenni a dolgokat. Szép estét, Tomász! Gyere fel, légy szíves, váltok, frissítem a csetet, mert belaggult a csetem egy kicsikét. Bocsátot kérek szépen, köszönöm, hogy itt vagytok. Hallod, Dani, engem az osztályba piszkálnak, mert szeretem az RP Live-ot. Hát Balár, mondd meg neki, hogy csókoltatom őket. Köszi, Jani, P.O. Péternek. Köszi. Ma amúgy a karakterünk névnapja van, ezt szeretném mondani. Úgyhogy a karakterünknek. Köszi, köszönjük a támogatást. Van egy... Szia, minden oké? Okay. Érkezett a házhoz! Ez furcsa! Ez furcsa! Gyerekek, furcsa! Hú, de hangos! Fel kéne hívni Slávát, hogy mi a helyzet. Vagy hogy fent van-e. Jó, Sláva! Slávát fölhívjuk, hogy jöjjön értünk. Reméljük, hogy fent van. Na, szevasz, Sláva! A városba vagy? Persze, itt na, vagyok. Király, hát küldök egy koordinátát, értem kéne jönni. Megyek. Jó, tudok. Köszi, csá! Hello. Na, gyerekek, Sláva fönn van. Jó, szuper. Slávának írunk egy SMS-t, hogy hol vagyunk. Sláva, Sláva. Jó, elküldjük neki a koordinátát. Ma nincs is névnap, a szökőnap van írva. Nem baj, Matyikának van a névnapja, gyerekek. Tényleg, bátyásokat, Isten értesse sokáig. Túl hangos a játék? Nagyon hangos? Vagy jó? James tagja a Crow, elszörődött. Nem baj, nem baj. De itt egy vadállat, hogy köszi. Ez kell Teamspeak, Discord kell hozzá. P.O. Péter azt mondja. Szerintem is jó. Valaki azt mondja, hogy hangos. Szerintem jó, mert így halljuk legalább a Slávát. Köszi, köszi. Martin, kiemelkedő szponzor! Martin, üdvözlünk a csatornatagok között! Martin, egy e-mail címet kérek szépen, mivel téged be is foglak jelölni Facebookon, a kiemelkedő szponzorhoz az jár. Köszi, köszi. Így pont jó szerintem is. Köszönjük szépen az új tagunknak, e-mail címet kérünk szépen az új tagútól. Matyi névnapjára gyűjtünk ma. Köszönjük szépen. Holnap? Holnap van Mátyás? Akkor holnap. Mikor van Mátyás? Február, szökében február 25. Szökében február 25. Mi mind a két nap tartjuk, jó? Mind a két nap tartjuk. Benne vagy a fókuszba? Majd mi vagyok benne, Domcsi? Mi vagyok benne a fókuszba? Dani, tényleg azt nem tudok tenni tippmixet. Első a tippmix, jó? Első a tippmix. Köszönöm, Martin. Nagyon kedves vagy, be is foglak jelölni Facebookon, mi a kiemelkedő tag lettél.
Azt mondta a szláva főnök. De egy Erbencére hasonlítasz, ami mondták már ezt nekem. Mire gyűjtünk ma? Fogorvosra is, mindenre gyűjtünk már ma. Köszönjük szépen, kedvesek vagytok, köszi Niki. Szláva itt van, akkor nincs baj, és Richet is fel fogjuk hívni. Igen, a tagság az fizetős, havi 1000 forint, de most havi 3000 forinté választotta az új tagunk, és ő be is jelöljük Facebookon. Igen, pénzt fogunk kérni, mert névnapom van. Igen, itt mindenkit ő. Köszi! Péter, üdvözlöm a kedves páradat, és téged is, köszönöm szépen. Ki az a Matyi? Én csak Palit ismerek, de a személyünkben Matyi van, érted? Köszi, köszi. Na, lassan jön Szláva, remélhetőleg. Lesz ma fenyítés? Hát, reméljük, reméljük. Sziasztok. A fenyítés... De Gerinél jó volt a fenyítés, szerintem. Richnél eltoltuk egy kicsit, meg voltak problémák, de amúgy jó volt szerintem. Úgyhogy köszönöm, köszönöm szépen. 5 per jó egy víz. Mi van te, azt mondja Kevin, mi van te? Boldog névnapot, köszönem. Lehet tagzajt a játékban szállni. Gyerek, ki ez? Ki ez? Szavasz főre. Na, te vagy a Szláva, azt hittem kocsival jössz. Hát, abban jöttem, csak van egy kis gond. Na, mi a probléma? Gyere, köves. Jó. Na, ez van, nem jó kezdődik, gyerekek. Nem jó kezdődik, van egy kis probléma. Ezt nem mondod komolyan! Leugrattam onnan. Ez a Szláv egy állat! És hát nem talpra estem, mint a vacskát. Melyikkel kell a... Szóval ez van. Nem semmi vagy. Jó, hát akkor megyünk gyalog. Vagy felhívjam Richet, szerinted megvan a pénz? Szerinted megvan a pénz Richné? Hívjam fel. Hát nem tudom, előbb menjünk el egy kocsiért. Jó, van a közelben valahol? Ja, hát itt egy garázs, csak el kell fogni. Ja, szuper, jó van. Vagy hívunk taxit. Hát, az veszélyes lehet. Hát nem, mert legális. Legális? Jó, hívj egy taxit. Srácok, melyikkel lehet a hatótávot növelni? Hogy messzebbre halljak? Szláva egy át, főborította a kocsit. Így kell megérkezni a főnökhöz. Főborította. Köszi, köszi. Gyerekek, erre iszunk egyet. Hív egy taxit, ciao ciao, shift H. Ah, köszi. Na, ez a legtávolabb, shift H, köszi. Köszi, mert hogy halljuk azért messzebbre. Köszi. Máté Kertész! Üdvözlünk! Ott szél mondom, mindjárt jövök. Kertész Máté azért nem írja ki, mivel szerintem le van tiltva. Aki bandolva van, Kertész Mátét fel kell oldanunk, az új tagunkat. Pillanat, ezt meg kell csinálnom, mert ugye valaki, aki bannóva van, fő kell oldanunk. Kertész Máté. Máté Kertész, jó. Jó, Máté, új tagunk vagy, most oldalak föl, jó. Köszönöm szépen, Szláva egy vadállat. Jó. Mindjárt, minden. Jó. Máté az új tagunk, köszönjük szépen, most már tudsz írni. Jó, például nem látszik, most már igen. Na mi újság? Jön a taxi. Itt nem tudom, hogy jön-e. Ja, jó van. Köszi, köszi. De szerintem sétáljunk rá, nem? Jó, menjünk gyalog, ja. Gyere. Miksa. Köszi, köszi. Miért vagy a fókuszban? Nem tudom, ezt valaki írt a cseten, tényleg benne vagyok? Most hol van Szláva? Szláva, hova mész te állat? Szláva, gyere! Szláva! Benne vagy. De Domcsi, miért voltam benne vagy? Vagy mondd már el! Eszek, iszok mindjárt. Hogyan lehet támogatni? Gyula, leírja, vagy a chat alatti dollárjelnél lehet donétet küldeni. Tessék? Milyen a testőrruha? Nagyon vagány, tényleg, meg azért nem ismertelek meg először. Tomász is beöltözött így. Na, jó van, jó van. Jó testőrök vagytok. Beszéltem a főnökömmel, és ő mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy kivigyelek benneteket. És úgyhogy meg lesz oldva, jó? Ma? Vagy mikor? Hát nem ma, majd a napokban, jó? Ja, jó, csak hogy merre menjünk, érted? Rendben. A TikTok miatt vagyok benne? Vagy a magyar baj... Fókuszban voltál, de miért? Nem tudom, mert Dani... Mi van? Mert a fókusz engem nem...
Nem keresett meg a fókusz. Megérkezett a kártya, örülök. Na ezt majd küldjétek már el nekem, légy szíves. Köszi. Nem is megy a fókusz, azt mondja. Lehet, hogy kamilláznak. Tverkelünk majd. El kell menni egy garázsba. Máté! Máté, írja chatre, légy szíves. Császtok. Kertész Máté az új tagunk. Köszönjük szépen. Feloldottalak a tiltás alól. Mert valamiért bannolva. Lehet csatlakozni tagnak, igen, köszönöm, leírás második sora. Jó, eszek iszok. Á, kicsit megijesztem, mert megszomjasztom, eszek, jó? Köszi, köszi. Na, eszünk, iszunk. Húha, nincs kajánk. Nincs kajánk, jó. Azért voltam benne, mert segítettél, Dani. Tényleg. Jó, majd megnézem. Majd megnézem, ha elkülditek. Jó, eszünk. Na, valaki már is hív. Folyamatosan hívnak. El kell menni, hihetetlen. Na, hello. Na, szevasz, Tomás, mi újság? Most érkeztem a városba. Nagyon helyes hallott. Küldök egy koordinátát ide, jössz, itt vagyunk. Persze. Itt vagyunk Szlávával. Jó, jó, megyek. Jó, köszi. Csá, csá. Nincs mit, hello. Jó. Új üzenet. Tomásnak megírjuk a koordinátát. Jó, szuper. El kell mennünk majd boltba is. Mit akartam még? Inni. Inni, inni, inni. Köszi, köszi. Hallod? Jaj. Hol ez az állat? Hol ez az állat? Most hol van? Melyik az? Ja, az nem is az. Nem is Szláva. Itt vagyok. Hallod? Ide jön Tomás. Várjuk az, meg. Az jó, az jó. Várjuk meg, ő is itt van a városban. Itt is van. Nem ő? De ebben a ruhában van. Szerintem igen. Szerintem. Ha azt mondtad, olyanban van, mint te. Akkor száll. Aha, ő a száll. Tedd le a kocsit. Na csá! Hello. Na, mi újság? Hello. Sok hello, hello. El kéne menni, srácok, boltba, mert elfogyott a kajám. Jó, jó. Veszünk? Köszi, köszi. Köszi, hogy itt vagytok. Ma kellene valami vagány autót is venni. Van 39 millió. Oké. Okay. Sziasztok, Szláv egy vaddisznó terpét. Én az a helyzet, hogy sokáig nem tudok lenni. Á, semmi baj. Megoldjuk majd a többi Szlávával. Meddig tudsz lenni? Hát max egy fél órát szerintem. Fél órát? Jó, király. Fél óra, háromnegyed óra. Jó, bankhoz is el kéne mennünk majd, jó? Jó, jó. De itt tudsz levenni a boltba, úgyhogy... A boltba is tudok, király. Persze. Köszi, köszi, sziasztok! Nem maradtatok le semmiről, köszöntjük az új tagokat! Leírásba tudtok csatlakozni. Meddig tart a live? 3-9-ig vagyunk máma. Cecelégy, így van, Levi, a cecelégy. Tomás egy vadállat, így van. Szia, posta címet kérlek szépen. Az új tagunk tud írni már a chatre, Kertész Máté. Mi a lényege? Mi a lényege? Hát itt a óriási szerveződések vannak. Kell pénzt levenni a bótba, azt mondják. Itt van a ATM. Gyerekek, itt van ATM. Jó, oké. Oké, és pénz kivétele. Mennyit vegyünk le? Egy 3 kilót. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-5-5-5 levettünk. Szuper. És milyen kocsiba gondolkoztál? Á, nem tudom, mit ajánlasz. Van 39 millió, azért az egészet nem kellene elkülteni. Hát nem tudom. Á, meg kéne nézni. Megnézzük, jó. És hallod? Nagyon jó a ruhátok Szlávával. Köszi, hát, Pásztor Tamás! Nagyon kedves vagy. Neked is mondom, hogy beszéltem a főnökkel. És nagy valószínűséggel be tudlak mutatni neki, és majd jöttök hozzánk. Jó, jó, engem ki is rúgtak amúgy ki rúgtak? Na, aha. Azt akartam kérdezni. Jó van, akkor jöhetsz hozzánk. És ti is nyugodtan majd szervezhettek magatok alá embereket. Csak mindig mutassátok be nekem, de ezt mindjárt megbeszéljük, jó? Köszönöm, Pásztor Tamás, a támogatást! Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen!
Na, veszünk hamburgert. Jó, kell hamburger. Vegyünk rá 3 kiló. Hát 3 kiló. Hát, hogy az 3 millió? A 3 kilót én a 300 ezerre mondom. Nem a 3 millióba. Köszi, Dávid. Köszi, köszi. Jó, veszünk vizet. Köszi. Köszi, köszi. Jó estét. Jó estét, azt mondja Szláva. Jó, veszünk segélytáska. Segélytáska az elég sok amúgy. Köszi, köszi. Na, gyere, állj be a másik oldalra. Ah, de magányok vagytok, srácok. Ezek egy állatok. Ez nagyon jó nézett ki, ügyesek vagytok. Na, amit mondtam nektek, gyertek arrébb. Amit mondtam nektek, hogy ugye majd bemutatlak titeket a főnöknek, épp Szláva mondta Tomász, hogy őt kirúgták. Úgyhogy tud jönni hozzánk. Aztán nyugodtan szervezhettek be magatok alá embereket, nyugodtan, csak a 15 milliót azt azért kérjétek el. Meg azért mutassátok be majd nekem, jó? Jó, jó. Jó, jó, jó. Kézzétek el, hogy ma meg hónap tartom a névnapomat, a szökőjém miatt, amúgy hónap lesz Matyika. Köszönöm. Boldog névnapot. Hát tudod, Pali néven ismertek, de tudjátok, hogy Matyi vagyok. Jó, köszönöm szépen. Úgyhogy le kéne húzni pár embert így névnap alkalmában, meg megihatnánk valamit akkor így névnapom alkalmából. Egy zsalmalevet. Egy zsalmalevet, jó lenne. Hát itt ott a kedvenc játékszerem. Na, micsoda. Hoppá. Szóval lehúzhatunk bárkit. Hoppá, jó. Ja, hogy ahogy te így gondoltad a lehúzást, értem? Hát figyelj. Értem, igazad, teljesen igazad van. Jó, meg majd elvehetnénk az étterembe is. Ja, akkor meginnánk egy viszkit vagy valamit. Jó. Jó? Oké. Okay. Na, most akkor menjünk nézni egy autót. Jó. Meg közben felhívom majd Richet. Hello, hello! Ne, ez így nem hiteles. Nyitva az ajtót, főnök. Igen, nyisd ki neki. Parancsoljon. Köszönöm. Két tester! Két vadállat! 3 kiló az 300 ezer nálam. Köszi, köszi. Mehetünk, főhívom Richet, jó? Jó. Meg beszéljük meg majd, hogy mi legyen a sorsa. Na, beszélek vele. Be főhívjuk Richet. Sziasztok, sziasztok. Köszönöm, köszönöm a támogatásokat. Kedvesek vagytok. Főveszi szerintetek? Telefonál. Köszönöm, Mező Attila, a támogatást. Megyek a postára. A Rics nem veszi fel, majd főhív. Na várjál, már nyitjuk mindjárt az ajtót neked. Oké, okay, köszi. Köszönöm, Attila! Kedves vagy! Köszönöm a támogatást fogorvosra. Nyisd ki a főnöknek. Köszi, köszi. Jajon, főnök, kinyitottam. Köszönöm. Jaj. Jaj, bocsánat, bocsánat, hát hozzád vágtam az ajtót. Na, srácok, az az igazság, hogy 39 millió van, nem tudom, mennyit szánjunk rá. Hát nekem 25 van, tiszta. Nem tudom. Tiszta? Mennyit szánjunk rá? Szláva szerinted 39 millió van. Kellene egy több személyes autó? Tehát négy simán. Szerver négyesen vagyunk. Á, jaj, négy személyes elég. Q7-ről mit gondoltok? Q7, mennyi? Várjatok, csörök, szerintem Rich lesz az. Na, szevasz, Rich! Na, mi van veled? Hello! Nem hallak, Rich! Szia, Pali! Na, mi újság? Meg mer szólalni még? Nem hallak. Dolgozgatok, 7 milliót már tudok adni. 7 milliót? Nagyon, nagyon szaggat a vonal. Jó, figyelj, akkor 7 milliót azt majd oda kéne adod, és még egyszer letette. Szóval nekem megvan. Letette ez az állat. Letette, van 7 millió a Richnek, elvesszük tőle. Milyen autó? Elvesszük tőle. Na csá! Nagyon szaggat a vonal, Rich, hát hol vagy már megint? Jó napokat, sziasztok! Nem hallak. Mindegy, küldök egy koordinátát, gyere ide. Csá! Jó. Csá! Na, de biztos, igen. Vicsnek küldök egy koordinátát. 14 és elvesszük tőle. Főnök is jön. Jó napot, kérem, ne jöjjön én közel. Köszönöm. Bocsánat, nem láttak egy úriembert? Kalapban és öltönyben? Nem. Nem láttunk.
Itt keresem, nem találom. Köszi, köszi. Tisztes távolságot tartsuk és... Martin, írok e-mailt live után, te kapsz dedikáló kártyát, mert tag lettél. Jó? Te kapsz kártyát. Na, mi újság, srácok? Ő Ricse beszéltem, ő van nála 7 millió, küldtem neki, hogy jöjjön ide, el is vesszük tőle azt a 7 milliót, jó? Jó. És akkor majd még 7 és felett vagy 8-ot kellene adni. Igen. Jó. Király. Na, nagyon, most biztonságban érzem magam mellettetek amúgy. Na, meg is van a kocsim amúgy. Tetszik, na. Egy Amarokot fogok venni. Én mit vegyek szerintetek? Hát, nem tudom. Már megnézem, mi a kínálat, jó? Ott van az az S63, az is nagyon fullos. Szép. Jó, hát azért meg kell jelni, mert látjátok, hát nem is tudom, kinek volt az, Jamesnek ilyen kis Opelja volt, hát azzal. Na, értitek. Ez nevetséges. Hát, ja. Pénzt vegyünk le? Hát először nézzük meg szerintem, hogy mi a kínálat, aztán jó. Majd levesszük. Akkor én megvárlak az ajtóba venneteket. Rendben. Okay. Figyeljétek, ha valami gázon, akkor szóljatok, azt okay, mehetünk jó. is. Meg Rich meg fog érkezni, akkor majd beszéljetek vele. Jó, én itt maradok mellette. Jó, köszi. Gyerek, nagyon jól csinálják. Nagyon jók a srácok. Na, srácok, mit vegyünk? 39 milliónk van, mennyit áldozzunk rá? Mennyit áldozzunk rá? De úgy... Bocsánat. Köszi Attila, köszönöm a támogatást. Nagyon kedves vagy. Szerelő csajja. Na, nem találkoztunk. Cső Attila, köszönöm a támogatást. Jó, nézzük meg. Ott motort nem veszünk. Mercedes, Audi, ilyet vettünk. Egy 30 milliót, vagy 20-at. Bléko, tiszta Tomás. Ezek egy állat. Értettem. Nagyon jól csinálják. Jó, Ferrarit nem veszünk. Ferrarink van. 20 milliót kellene beáldozni rá. Szerintem. Mondjuk ez a Ford Mustang is jó, csak nem 4 személyes. Aztán az nem lenne jó. Jó, azt, ez egy állatautó. Kinek van ennyi pénze? Szép estét, szia Jani! Vipember vagy, itt biztosítják a terepet, tudunk nyugodtan vásárolgatni amúgy. Köszi. Pardabás, szépen beszéljél, légy szíves. Nem otthon, ja de otthon vagy, bocsánat. Mercedes-Benz, kemény. Végignézzük az őket. Ez a BMW is nagyon szép amúgy. Nem? Nissan. Jó, az 27 millió, de nem ilyet akarok venni. Skoda 100, azt mondjátok. Porsche, az jó lenne, nem? BMW M6. Jó van. Mercedes-Benz, AMG, az jó lenne. Csak az 50 millió, az meg nem jó. Sziasztok, BMW-re voksótok, azt mondjátok. BMW-re voksótok. De hát miért? Miért? Itt a Rich! Itt a Rich! Miben segíthetünk? Nem ismerik fő Richet. Rich egy állat. Jó, ilyet Rich, nem veszünk. Ferrari. Jó, 55 millió. BMW. Azt a gyerekek. Így út. Teslát se veszünk. Megnézzük, motort nem akarok venni amúgy. BMW 700, ez 16 millió. Mondjuk az vagány egy BMW-be megjelenni. Ami jó lenne. És itt van Skoda is, minden. Audi RS5. 1, 2, 3, 4, 5. Ez 23 millió, ez jó, nem? Ez jó, a vagány lenne szerintem. Jó, Mazda, Subaru-t nem veszünk. AMG Mercedes-t akarok majd venni amúgy. BMW i8-at nem tudjuk megvenni, nincs annyi pénzünk. Volkswagen Passat, jó, oké. Na, Audi RS-né, na ez jó, nem? 27 millió, 1-2, ja nem, ez 275 millió, bocsánat. RS-5, mi, RS. Na, ez is jó. Mi ez? Jó, Tropos, hát nem tudom. Igazából nem tudok dönteni. Nem tudok dönteni, mert itt mondjátok nagyon a cseten, hogy BMW-t vegyünk, de nem tudom. Nem tudom, megkérdezem a többieket. Szláva, megjött Rich? Szerintem ő az. Ő az? Tényleg felismerem. Ő. Ja, látom. Rich, itt vagy? Nem, már megint be van répázva szerintem. Jó napot. Jó napot. Ezt az urat itt ismerik? Ezt a postás urat? Aha. Ismerjük, de hát fél megszólalni.
legközelebb szóljatok neki, hogy vegye át a ruháját, OCM, ez büntet. Ja jó, oksa, köszi. Vedd közle! Hát javám. Köszi. Rich, teljesen be van kábúva. Na srácok, én akkor megveszem az autót addig. Oké. Okay. Hé, várjál. Igen? Gyere főnök, lenne itt egy ember. Jó. Szeretne magával beszélni. Jó, mindjárt megvesszük. Menjünk ki. Gyere, ne. Köszi. Mindjárt megvesszük. Mazere, 4 személyes is Jeep. És mennyi volt? Beférjen. Itt volna az úr, Eriknek hívják. Jó napot, Erik. Jó napokat az uraknak. Önöket hogy lehet hívni? Hát... Nem szeretnénk még elárulni. De amúgy telefonon. Én Pali vagyok. Pali jó, néven Pali. Ismernek. Jó, Pali. Tetszik. Téged hogy hívnak? Engem Eriknek. Ja, bocsánat, Erik. De figyelj, hogyha úgy van... legyen a becenevem Yumi, azt már úgy megszoktam. Városba így szoktak hívni. Yumi? Aha, Yumi. Jó, szuper. És miért szeretné velem beszélni, Yumi? Igazából a kollégáját kérdeztem, vagyis testőrét, hogy nem-e tudna esetleg egy csapatot vagy frakciót. Aha. Mert 2 hettel költöztem a városba, és folyamatosan kirabolnak. Jellemző. Igen, és kicsit unom, nem tudom, hogy tudnátok-e segíteni, mert nagyon unalmas ez már. Persze, ez nagyon jó, mert én is így kezdtem az a helyzet a városba. Aztán jó barátokra találtam. Hát figyelj, lehet róla szó, az az igazság, hogy ő a 2 legbizalmasabb emberem, Tomasz és Slava. És... legalább tudom a másik úriember nevét. Így van, és vagyunk már többen is, csak tudod tesztelni kell az embereket, mert az egyik emberünk köpött tegnap. Teszteltünk. És neki mi lett a vége? Hát, nem lőttük meg, nem is öltük meg, csak kapott egy jobbost, azt most 15 milliót hajtunk be rajta, hogy minél gyorsabban szedje össze. Mert a másik ember pedig nem köpött. És a belépés az ő 15 millió lenne. Vagy Szláva, mit mondta, vagy fegyvert? Nincs itt. Ja, Tomás, bocsánat. Maradjunk a pénznél. Maradjunk a pénznél, az könnyen megszön. Összejön. Igen, az kicsit könnyebb, így van. Aha. Utolsó fegyvervásárlásban az lett, hogy erre voltak, szóval. Erre voltak, azt el is vették, gondolom, így rögtön. Így van. De leütöttek, vagy valami volt, vagy csak kiraboltak? Nem csak kiraboltak, elfelejtettek leütni, vagy én nem tudom, így kitettek a semmi közepén, és akkor engem kézzel levetkőztettek, azt messzelni futottam le, a hegyről azt lőttek rám, de nem lőttek agyon. Nekem még ilyen élményem nem volt, de szerintem lesz ilyen, és egy hét is biztos, hogy lesz. Hát igen. Na, de akkor érdekelnek, a keményebb dolgok is érdekelnének, mert itt azért veszélyes lehet a dolog. Persze, érdekelnének, nem csak dolgozni akarok, kicsit unalmas az már, hogy csak állandóan reggel fel kellek elmegyek dolgozni. Aha, hát ez igaz. Mit csinálsz? Ó, az úriember... Sláva! Ilyen csúnya a fejem. Látod, amúgy ilyet csinálnánk mi is, csak... csak jobban érdekel minket ez a kemény élet. Menjünk egy kicsit arrébb, és akkor beszéljük, mert itt nagyon forgalmas a hely. Jó, rendben. Szállj be az autóval. Vagy autóval vagy? Igen, ott áll a bélyen. Jó. Nem hagynám itt, mert szerintem... Hát el is lophatják. Azon. Utána veszünk autót. Jó, köszi. Köszi. Irritál a bogos pólód. Bocsánat. Mármint ez vagy a játékba? Ne haragudjatok. Nem tudom miért bagos. Köszi. Most fölvesszük, Yumi nektek szimpatikus? Így elsőre? Na, menjél már. Hova megyünk? Egy helyre, ahol tudunk beszélni Yumival. Aha. Mit gondoltok róla? Így elsőre. Várja, kövessen. Leszek. Nem levisz, szimpatikus? Igen. Jó, vigyél. Hallod, Tomás? Igen. Ócén, mondom, hogy van ez a animáció F3-ba, a Beastie-ba, ezt nyom már majd, az nagyon jó. Jó, oké. Okay, nyomjatok nyugodtan animációkat. Hello, szerintem is. Embereket kell toborozni. Oké. Okay. Szegényt lehozzuk! És köszi Sanya a kakkancsot! Köszi. Mit tudom az ajtót, főnök? Rendben, köszi. Yumi, 2 emmel vagy 1 emmel szerintetek? Iii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 i
De ez a te kocsid, Jumi? Igen, ez a saját autóm, ezt güriztem eddig össze. Na, de mit dolgoztál eddig? Hogy lőnek valahol. Igen, azt hallom, egész napom úgy ez ment. Eddig olajoztam, kösz is, most anya. Elkezdtem kicsit postázni, most már ilyen kis light-ba próbálom nyomni. Na, de látom, elég vagány cipőt sikerült, de nem 2 forint volt. Hát, csak azért vettem, mert világít. Ja, csak azért, jó. Iiii, Donét érkezett a házhoz. Kösz is, anya. Aha. És nem tudod, hogy kik rabultak ki sűrűn, vagy hogy nevezik magukat? Hát igazából, hogy elnéztem, egy ilyen metálos autóval jöttek állandóan rám, fogalmam sincs, hogy nevezik őket. Aha. Srácok, ti? Tudtok erről valamit? Metálos autó? Aha. Hát ilyen szürke, ilyen metál szürke, vagy ilyen. Nem króm színű? Iiii, Donét érkezett a házhoz! Köszi, Sanya! Létezik olyan van, hogy króm. Köszi. Igen. Úgy nevezik őket, hogy a krómosok, vagy más néven 18 utcások. De hát még egyelőre nem szeretnék, mert nem bízunk benned még, remélem érthető. Jó, persze, mert értetett most már. Így elsőre... Köszi, Sanya, te állat! Hát ma megint dolgozni akar, látod, ez állandóan dolgozni akar. Hihetetlen. Köszi. Donét érkezett a házhoz. És akkor nincs semmilyen kapcsolatrendszered, akivel máshol próbálkoztál? Köszi, Sanya! Nincs, az utolsó ilyen, nem megmondom őszintén, hogy így megkérdeztem ugyanígy egy úriembert, jöjjek el, ugyanez volt a szitu. Donét érkezett a házhoz. Mi volt a vége? Ugyanígy elmentünk egy beszéljük, meg aztán kiraboltak. Fegyver fogtak, kiraboltak aztán. Na hát erre én is gondoltam, de azért ennyire rossz szívek nem vagyunk, mert kell nekünk is. Jól nem járnál velem. Iii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 , Donét érkezett a házhoz. Na és akkor most pakolják ki. Tudtam én, hogy az az. Nem. Figyelj, meg a fejemre. Nem, szükségünk van az emberekre amúgy, ezért nem szoktunk ilyeneket csinálni. Iiiiii, Donét érkezett a házhoz. Úgyhogy figyelj, hát reális neked a 15 millió? Mennyi idő alatt tudod összeszedni? Persze, az reális. Hát esetleg még nem tudom, meddig tartózkodnak ma a városban? Ma? Hát egy olyan 8:30-ig, este 8:30-ig körülbelül. Tomásznak dolga van, Szlávával itt leszünk szerintem. Hát most van összesen 13, 2 milliót szerintem addig lehet összeiszedek. És a mai nap nem, akkor a holnapi nap folyamán meg tudom. Ha, és mit tudsz mondani arra, hogy bízzunk benned? Vagy mi az, amit még tudná hozzátenni ehhez a dologhoz? Hát igazából, hogy még nem voltam semmi frakcióban és sehol, így ez lenne az első, és egyértelműen az utolsó is. Értem. Mert ha most megkapom azt a védelmet esetleg, és azt az eszközöket, hogy én megvédjem a frakciót, persze. Téged is, akkor egy probléma nem lesz. Nagyon jó gondolkodsz, ez tetszik. Innen csak a halállal lehet kijutni ebből a frakcióból. Hát igen, egyik nap én is kórházba ébredtem, nem is emlékeztem semmire. Nem baj, ezt bevállalom, ezt bevállalom. Az anyan az utolsó. Szuper. Csak a postáskocsit ne lássam már. Hát elhiszem, meg lehet unni. Számát megfogjuk. Azt tudni kell, hogy ő Szláva, meg Tomasz is, a két jó barátom, ugye őket is majd, mert nekem van egy nagy főnököm, és még őket is be kell mutatni, és folyamatosan viszem majd az embereket, és úgy fogom beléptetni őket. Úgyhogy nekem még a főnöknek is feljebb le kell adni, én ott egy ilyen előőrsvezető vagyok, és alám rakhatom be az embereket, hogyha így is megfelelne. Ez az alattad, ez most kétértelmű, de jó. Hát látod. Ja. Milyen legyen a menete? Milyen? Mármint minek a menete? Hát a 15 millió az alap. Igen. A telefonszám, és hát majd bizonyítani is kellene. Jó. Fegyverek vannak nálunk, azt tudni kell, te is fogsz kapni egy fegyvert. És hát próbálunk majd kereskedni, mert Szláva nem is tudom, keresett azóta az a csávó, aki fegyvert akart venni? Nem igazán. Nem keresett, mondjuk az furcsa is volt az űrge nekem. Köszi, Sanya! Köszönöm! Értem, fegyverre viszont. Szia, Krisz! Van engedélyed? Szuper! Nekünk nincs, képzeld el. Az nem baj, igazából szerintem nem azzal működik, ez egy. Hát persze, hát fél max elkapnak egy kis pénzbírság, de hát van pénzünk. Hát figyelj, úgy, körbehoztam az engedélyt, lemásoljuk azt. Ennyi. Köszi, Sanya, te állat! Sanya nem bír magával, csöttem! Jó, ez tetszik, de hát bízunk benne, hogy akkor nem vagy más maffia. Nem, Donét érkezett a házhoz! Persze, ez idővel ki fog derülni.
Mert hát a Szláva intézi az árulókat, meg Tomász, aztán... Ja, és kalapács lesz akkor a fejedben. És kalapáccsa, így van, így van. Meg fog kínozni kalapáccsa. Szöget üt a fejedbe. Köszi Krisz a támogatást! Nem csak a játékba! Ez a póló, ez lesz a... Ez lesz az egyenruhánk, így van. Így van. Így Donét érkezett a házhoz. És a későbbiekben ő rabolni is fogunk. És még tovább akkor a többi, az ellenséges bandákat is fogjuk támogatni. Köszönöm Krisz! Jó, jó, rendben, az lenne a legjobb végre. Hát igen, a kis akciókra vágyunk azért, csak tudod sokáig tart így szervezni a csapatot, mert hát 3-4-en nem vagyunk elegek. Múltkor is szembe jött velem zöld kocsikkal, jöttek, voltak vagy 20-an, rengetegen vannak. Úgyhogy... Ez ismerős folyamatosan. Na igen, ez a cél, tudod, hogy mi is ilyen nagyra nőjünk, és akkor szembe tudnánk velük szállni. Persze, persze, nekem is az lenne a célom. Rendben. És azt is szoktuk, hogy nyugodtan hozhatsz magad, de megbízható embereket, hogyha van ismerősöd a városba. Uh-huh. És akkor ő neki, viszont neked kell adni a 15 milliót, és följebb nekem már csak annak felét kell adnod, mivel te hoztad az embert. Jó. De hogyha fegyvert tudnak hozni, az még jobb lenne. Jó, jó, rendben. De elsőnek a pénz, rendezd le. Megpróbálok én bekerülni, és akkor utána megpróbálok én is beszervezni egy-két ember, de akkor jó, fegyverpénz, jó. Rendben, szuper lenne. Srácok, mit gondoltok? Köszi, Sanya! Többet érdekelik. Én annyit mondok, Tomás. Sanya, írj egy e-mailt, jó? Az igaz. Ő is kalapácsos. Igen, meg szeret verekedni. Na. Nálam a fejsze is van. Hamar ütök. Mit gondoltok? Ja, mit gondoltok? Donét érkezett a házhoz. Sanyát hallgassuk meg. Munkám lehetséges valahogy vásárolni tőled dedikálókártyát. Mert érdekelne, illetve akkor csomagra lenne lehetőségem, mert amint írta, is szeretnék majd. Én is felírom, jó? Takosz? Lehet. Óvatosak leszünk. A hangja, igen. Igen, a hangja. Na akkor megvegyük az autót. Hallod, Sanya? Hogy legyen? Milyen Sanya? Ki az a Sanya? Bocs, már megint álmodok. A Sanyát! Sanyát! Nem nagyon működnek a gombok, úgyhogy egy kis pillanatot kérek. Oksa. Hallod, Szláva? Majd egy személyt kérjél már azért, jó? Oké, oké. Azért csekkold le. Jó, lehet, hogy tákosz a hang, de nem baj, így lesz. Érdekes. Gyerekek, bemondtam, hogy Sanya, érted? Személyemet azt látod esetleg? Nem igazán. Hát ez nagyon jó, pedig itt nyomkodom a gombot, hangulj. Lehet, valaki másnak dobta fel. Lehet, na lehet itt a szomszédnak, vagy nem tudom. Köszönöm, hogy itt vagytok. Jó vagy, Sanya! Mondd el a neved, az is elég. Galbács. Jó, kapista. Jóska. Akár az is lehetnék, de Galbács Erik. Galbács? Galbács. Igazi? Na, én Jumi néven foglak beírni. De Jumi, na egyszerű. Ííí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 í Igen? Igen. 70-59. 70-59. Szuper. Most látjátok a személyt? Nem, látom. Hát az hihetetlen, pedig itt mutogatom folyamatosan. Mindegy, leherpésztük, hogy oda... Jaj, oké, oké, akkor maradjunk annyiban. Jó, figyelj akkor, Jumi, hogyha megvan a 15 millió, akkor jöhet. Akkor mindenféleképpen hívni fogunk még a mai nap folyamán. Jó. És köszönjük szépen, úgyhogy örülünk, hogy ennyire benne vagy, de hát bízunk benne, hogy nem fogunk benne csalódni. Na, nem fogtok. Úgyhogy én is nagyon remélem. Annyi, hogy még az elején nem tudlak még kivinni a főnökhöz, még bandáznunk kell, tudod, és akkor utána fogunk persze, mindenkit persze, bevinni. Persze, így Donét érkezett a házhoz! Akkor nem ismert semmilyen maffiát? Egyáltalán nem, hanem ezt a trómosokat sem ismertem, vagy hogy is hívják őket. Annyit kell tudni róluk, hogy ők az ellenségeink. Köszi, Sanya! Egy, már volt okom kinyírni őket, most már még egy okom lesz. Igen, igen. Jó, a nevünket meg majd később el fogjuk mondani, hogy mi a frakció neve. Igazából engem Matyinak hívnak, hónap lesz a névnapom, képzeld el. Köszönöm szépen. Ma összeszedem a lóvét. Jó, az lesz a névnapi ajándékom. Beszélgetünk, igen, mindjárt megyünk.
Jó, akkor... Jó. Akkor nem is zavarom az urakat tovább. Jó, köszi, majd csörgünk. Jó, addig szedd össze a pénzt. Jó, rendben, rendben. Jó, köszi, szép napot. Szép napot. Sziasztok. Csá, csá. Na mit gondolsz, chat? Köszönöm. Mit gondolsz, chat? Köszi Sanya ezt a sok donétet! Krisznek is köszönöm! Nem csak a játékba donétel! Köszi, köszi. Na, srácok, ez kemény volt. Mit gondoltok? Hát igen. Eléggé megbízható. Majd... Jó, jó előadta magát, csak azért vigyázzunk rá. Vigyázni kell. Oda kell egy kicsit figyelni rá, mert... Nem akarom, hogy lehet, hogy beépülő ember, nem? Nehogy tégla legyen. Ha majd a vallatást. Vallatást. Mindegy, csak vigyázzunk vele. Jó, hát majd az Audival megint őt is tesztelni fogjuk. Az jó történet. Na megveszünk a kocsit akkor? Vegyünk kocsit, igen, igen, igen. Meg a elmentem Jumi számát, jó? Egyébként vár ott egy srác, aki beszélni akar. Ő is beszélni akar? Mindenki. Hát mindenki. Akarsz vele, vagy elküldjem? Hát szerintem küld el, jó? Majd később. Oké. Okay. Ne, okay. Elég egy új ember egy nap, jó? Mert sok lesz. Na, én szerintem megvan, melyik autót veszem. Köszi, köszi. Köszi, hogy itt vagytok, beírom a telefonszám. De akkor... Szláva, te veszel autót? Köszi, hát köszi. Én most nem szerintem. Jó, akkor hozd majd a BMW-t, léci. Oké, okay, akkor vezessem most. Bágod a telefon. Gyorsan leveszem a pénzt. Gyere főni, kinyitom az ajtót neked. Most veszünk le pénzt a kocsihoz? Igen, igen. Nem rabónak-e, ugye? De hogy is. Ha én itt vagyok, nem. Akkor jó. Fegyver van nálad, Szláva? Fegyver van nálad? Van, van. Szuper. Már nálam nincs. Hello, hello. Megérkezett a kártya, örülök. Köszi Sonya ezt a sok támogatást, Krisznek is köszönöm. Új csatornatagoknak is köszönöm. $25 millió. Jöjjön főnök úr. De miért magázódok, nem tudom. Ti már tegezhettek, tudjátok. Na hát, jó hátra ültetek. Ja. Ez a biztos, ezt mondom. Félünk tőled néha, tudod. Köszi, köszi, nyomjatok itt lájkot, ha tetszik. Hát olyan határozott vagy néha. Ezért vagy te a legjobb is a emberem a Tomásszal. Jó volt. Köszi, köszi. Itt jó lesz. Akkor maradjon az Audi a fenyítős autó, vagy amit most veszek, az szerintem legyen. Az maradhat. Maradhat az Audi, nem? Lesötétettük mindent, jó lesz az. Maradjak a kocsiba? Igen, igen. Ja, figyelj, hogyha valaki jön utánunk, jó? Én meg vigyázok, főnire. Jó. Köszi, köszi, sziasztok. Nagyon tetszik, örülök, hogy tetszik. Hát meg akkor előtte. Jó. Meg én veszem. Rendben. Nehogy egymásra dobja. BMW X6, az mennyibe kerül? Köszi, köszi. Jó. Hanyadik oldalon van? BMW X6. Ez 27 millió. Jó. Hallod? Tudsz kölcsön adni 2 milliót? Persze. Küld mát, léci. Megvesszük az X6-ot, jó? BMW X6-ot megvesszük. Köszi. Nincs mit. Ó, akkor nekem majd el kell mennem bankba. Jó. Gyerekek, BMW X6, jó lesz? Jó lesz? Ó, kellene még. Hallod, kellene még 3 kiló. Elszámoltam magam. Oké, és... Valaki azt mondja, jó, valaki azt, hogy nem. Főnök kér kölcsön. Alkalmazottaknál van a pénz. Köszi. Nincs mit. Jó kis autó. Élőben is vedd meg az X-ot. Jó lenne. Terekek. Ezt a bolond állat. Bolond állat autó. Na mit szólsz hozzá, Szláva? Na, vagánygépezet? Ez a gép. Jó színe van, nem? De lehet, hogy majd át kéne festeni egy kicsit. Hallod, lóvét azt vissza tudod adni? Már persze, nem maradt persze, a kocsira. Persze, elmegyünk bankba, persze. Mert van nálam csak a bankba. Na hozd a bömbit akkor. Okay. Megnézzük, jó. Mit tud ez az új autó. Jó, nézzük. Köszi, köszi. Szép, gyerekek!
Azt kell mondanom, hogy szép. Azt kell mondanom, hogy szép. Jelölsz egyet, létszi. Itt csak szembe mágyből itt az automata. Hol? Itt benne a sarkon. Itt vettük az előbb is ki. Ja, tényleg. Gyerekek, fő kell tuningolni. ÁSZÁVA TE ÁLLAT! ÁSZTA! Gyerekek, ez kemény. Jó néz ki, szerintem is. Jó, 4 milliót kap vissza. Pénz kivétele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 milliót kap, jó. F2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Átadás. Tessék, köszi. Köszönöm. Jó, meg se látszod. Hát de nem is ennyit adtam, hát. Tudom, tudod, hogy mindig hálás vagyok. Hát, de szépen köszönöm. Ezek? Nem tudom, de menjünk innen, nagyon furcsa. Épp azt mondja Szláva. Igen. Hogy menjünk majd Kriszhez megjavítani a kocsit. Persze, meg kell forgalmi rá, meg szerintem sötétítsük ja. is le. Hát, az is nagyon jója. Jó van, itt kint megvárunk. Oké, sietek. Oksa. Köszi. Nagyon szép autója van. Köszönöm szépen, most vettem. Drága volt? Hú, 27,5 millió. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Fel van, viszlát. Hát beszélhetek vele? Magával nem beszélhetem. Nem, most nem ér rá a főnek. Tud egy telefonszámot. Így van, a telefonszámot add meg, és ha ráérünk, hívni fogunk. Jó. Ez a Szláv, ez nagyon jó nyomják, gyerekek! Nagyon jó nyomják! 3 darab 5-ös. Igen. 2 darab 5-ös. Milyenre fessük át? Milyenre fessük át, srácok? Egy 1-es. El vagyok kényeztetve, köszönöm Fire. Köszönöm Sanyának és a többieknek a támogatást, köszönöm a csatornatagságot. Aki tag lesz, leírás alsóik sorában kap dedikálókártyát postán, és használhatja az emótokat. Szerver 4-en vagyunk, fekete, rózsaszín asszonya, full fekete. Megvan Szláva? Igen. Király vagy. Fönök. Tessék. Vigyük el a HKS-be, hát ha Krisz ott van. Jó, várjál, főhívom Kriszt, hát ha ott van. Hát ha lezsírozza. Kellene rá forgalmi, kellene rá átfesteni, feketére meg lesötétíteni. Ez jó lesz? Jó, meg egy kis páncél, ha egy kis belefér. Az tényleg jó lenne erre egy páncél, de az lehet, hogy drága egy kicsit. Meglátjuk. Ja, király. Meg Tomás megnézzük, miért vesz. Fölhívjuk Kriszt. Rich, nem tudom, miért nem veszi fő. Nem veszi fő Krisz. Nem a 4-esen van szerintem. Írunk neki. Nem veszi fel, írok neki egy SMS-t, jó? Ki? Krisz. Oppá, azért ez vagány, hallott Tomás, ez vagány, mennyi volt? Hú, 14 millió. 14 millió? Na, vagány, jó van, kezdünk vagányok lenni. Hány személyes? Most épp fel majd, jó, köszi Niki. Köszi. Hány személyes Tomás? 4, gyertek, próbáljuk ki. Na, jó, jó, de akkor várj először, hogy garázsra tegyük már le a kocsit, és akkor kipróbáljuk, jó? Okay. Jó? Ja. Itt ingatlan? Ingatlannál nem jó. Gyerekek, vagányak vagyunk? Na mehetünk. Merre megyünk? Gyerekek, az itt kemény. Ha itt leszünk majd 20, az nagyon vagány lesz. Jó. Gyerekek, megy a gép. Ez megy? Hú, gyerekek. Ez nem semmi. Megy a gépezet egy kicsit. Fegyvert csomagtartóba lehet tenni, igen. Na Mizu, Szláva nem teszi le? Én vagyok. Ja, mindig összekeverek titeket ebbe a ruhába.
vegyünk akkor, jó? Nem sértés. Talán a leggyengébb alvilági. Igen, stúdió. A megváltókhoz tartozok, én a saját csapatomat szervezem alá. Hát még gyengék vagyunk, persze. Persze. Még most kezdtük nemrég, huszár. Oksa. Na ez, ez kemény. Hoppá, figyelj a platóra fölül. Le ne essék, kapaszkodjál. Tényleg csak a padműzé platóra fér. Á, nem. Hát ez hány helyes akkor? Akkor lehet a... sok. Azta. Na ez jó. De egyszerre mondtunk. Szállítjuk a rabokat majd. Azt tudtam, hogy a platóra lehet amúgy. Richet el kéne érni. Azta. Ki kéne próbálni, hogy ki, mennyien férünk rá. Várjál. Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4. Rich se veszi föl. Hát most ha a platóra felférnénk még 4-en, az nagyon jó lenne. Ja. Srácok, mikor hívjuk Jumit szerintetek? Fél óra múlva? Micsoda? Jumit. Ja. Mert akkor kellene vele beszélni, odaadja a 15 milliót. Ma meg is van. Hát azt mondta 13 van nála és még 2 milliót szerez gyorsan. De nem bízom benne. Én sem nagyon. Majd kiderül. Richet nem érem el, szerintem lelépett a pénze együtt, elmenekült. Lehet. Beszart. Lehet az a probléma. Köszi, na, köszi. Srácok? Hát az autószerelő Chriszt kell elérni majd. Jó, de akkor visszaviszlek a kocsitokhoz, aztán akkor... Jó, de azért küld meg, nézzük mit tud. Jó. Na nézzük mit tud. Gyerekek. Hát nem annyira gyorsul. Mennyi? 150-ne? Hát megy ez még. Megy ez egy kicsit többet. Többet is, ha kell. Mindjárt 900 like, köszönöm szépen. Átadja a pénzt és nyírjátok ki. Szegény Rich, nem lehet. Ez 6 személyes. Hú, gyerekek, megy ez 220-szal. Vagány. Tragas a szemben. Megy ez! Megy ez, egy kis tuningot kap, aztán jó lesz. Egy kis tuningnál. Azt! Nagyon megy. Azt! Bázd meg, nincsen forgalmi rajta. Nincs forgalmi rajta. Állj le. Egy kis büntetés nem árt. Azt! Ez mi? Állj le. Na jó, megvárjuk. Hát, kiesett Szláva. Szláva, megint kirepültél. Szép napot. Jó napot. Egy sima ellenőrzés kereteiben megállítanánk önöket. Kiszálljunk? Padét. Igen. Na, nem teszi el. Hát ezek a biztonsági övek nem fognak. Hát nem, hát jó kirepülté. Több panasz érkezett már erre a biztonsági övre. Hello, Matyi, tudok pár dolgot, hogy kilőtt. Van elsősegítások az autóba, hogy meg jó lenne, de nem bízunk. Persze, van. Ott van benne a hátsó. Jó, mert szívesen adtunk volna egyet, hogy az úr ne vérezzen itt el, vagy ne legyen baja. Hát, jobban vagyok. Jól van. Új autó, aztán adtak hozzá. Hé, bágol a telefonom! Tisztában vannak. Szlávánál van pisztoly. Villogtunk, hát kicsit gyorsan mentünk, nem? Meg hirtelen befékeztünk. Köszi, Pali! Kedves vagy! Pali, hát, köszönöm! Valószínű azért, mert észrevették, hogy a hát igen, amúgy barátjuk megijedtünk. Eltűnt hirtelen. Igen. Az egyik rendőr úr velem megérthető. Tud jönni? Mi? Az egyik rendőr úr velem tud jönni? Hova? Ide félre, valamit mondani akarok. Ez mi volt? Kikresselt, gyerekek. Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Szerintem megérdemled a támogatást, Pali. Köszönöm. Volt info, hogy szerver restart lesz. A franzo pedig ez pont jó RP volt. Áj, ez pont jó. Néztem, hogy miért tűntek el az emberek. Aztán! Nem hiszem el, pedig ez jó RP volt. A fegyver, nem tudom, hogy mi lett volna a fegyverre. Pont rosszkó. Aztán! Nem hiszem el. Francba. Nem baj, addig beszélgetünk. Nem baj, kíváncsi lettem volna. Szláva azért akarta félrehívni szerintem, hogy kimagyarázza. Kimagyarázza magát, hogy fegyver van nála. Megnézem a Discordot, így van. Addig, aki úgy érzi, hogy csatlakozni szerette, leírás, második sor. Köszönöm a támogatásokat, megnézem az infókat.
szerver restartva. Hát mindjárt újraindul a szerver. A tagzene in the end, srácok. Jó, Linkin Park. 181 tagunk van, köszönjük szépen. Aztán most a többiek is mire visszajönnek majd. Le akart puffantani, lehet. Gyorshajtási állított meg amúgy minket. Meg kirepült. Szláva, kirepült! 5-6 munkanap a dedikáló kártya, mire kiér, jó? Oké, és... P.O. Péter. Lehet ő volt, vagy a Cecelény. De írták, köszi Bartin, én is írni fogok neked, jó? Legalább megmarad a fe... Nem, hát kikresselt, akkor elveszik minden, nem? Ja nem, nem veszik el, nem veszik el. Tényleg, fegyvert elvették volna. Havi 1000 forint a tagság, köszi Pali! Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy, köszönöm a támogatást. 5 millió egy víz, az jó volt. Igen, igen, az jó volt. Köszönöm, mennyi idő restart? Hát a szervertől függ. A szervertől függ. Nem, a Twitch-en? Ne, jó itt, Bence, köszönöm. Donét érkezett a házhoz. P.O. Péter. Ezt még jobban megérdemlek. Szláva, nagyon jó, meg Tomász is. Nagyon, nagyon jó játsszák a szerepüket. Úgyhogy meg vannak dicsérve. Főleg ez az új stílus, hogy ilyen, hogy megvédenek engem, ez nagyon jó. Egy kis resítesi. Ez pedig izgalmas volt, így van. Így van, de már megint valami nem indul a... Srácok, nem indul a fájvem. Már megint, valami nagy átverés van már megint. Discord szerver nem kell? Mármint hogy Balázs, van Discord szerverünk. Kutatást végezhetett volna. Lol, mikor lesz, nem tudom, de arra nem volt sok érdeklődés. Úgyhogy így nincs büntetés. Hát itt sajnos megszakadt az RP. Nem tudom, hogy folytatódhat. Így. Zöld szín jó a BMW-re. Szép, szép amúgy. Csak ki fog derülni, hogy átfestjük-e. Vagy nem. Nem tudom, fessük át szerintetek? Ők amúgy tudják, hogy persze, persze tudják, de hát ugye nem OC-n beszélünk. Te a BMW-t el kell vinni. Köszönöm. Szépen írtad a nevem. Köszi. Vagy kicsit csúnyán írok, bocsánat. Bocsánat. Jó, gyerekek, nem tudom mi van. 5M-re si kellene. De hát az se. Köszi J. John Wolf az 5 Dan koronát! Hát kedves vagy. Köszönöm szépen. Jó. Jó, jó. Oké, és valamit rátozzuk a bátra. Iiii, donét érkezett a házhoz. Megszűnik a 5M-et. Hát lassan már ott tartunk tényleg. Tényleg, tényleg. Lassan. Nem tudom, miért nem indul a 5M. Most már megint előbb is ez volt a probléma. Valakinek van ötlete? Partnerség iránt érdeklődnék. Mármint Balázs, milyen partnerség iránt? Köszi. De most a 5M sem megy. Nálatok megy a 5M legalább? Persze, Discordon el lehet érni amúgy. Jó, szia Zsófi, rég láttalak, mi újság? Kidobott a szerver. Mindenkit kidobott. Elnézést maga jön. Még resi van. Nem megy. Valakinek megy, valakinek nem megy a 5M se. Resi van. Jó, hát akkor majd elindul. Nem megy. Jó, addig beszélgettünk. Krisznél sem megy a 5M. Köszi, akkor nem nálam van a hiba. Jó. Úgyhogy várunk egy kicsit. Nem megy. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat. Sorsolás live végén lesz, jó? Szerintem Jumi az új a városban, de a kocsi az fura. Igen, amúgy ennyit össze lehet kaparni amúgy. Nálam sem megy. Oké, Tomás. Okso, várunk. Pil megjött, így van. Így van. Addig ide teszünk egy ilyet, jó? Jó? És elmegyek pissantani, addig legyetek itt. Ha új tag lesz, meg donételő, azt jegyezzék a moderátorok, léci, jó? Addig elmegyünk mosdóba. Nem hasmenésem van, tényleg? Jaj, de fáj a szívem már megint. Háló, mit ott futok? Sziasztok!
ember mindig jobbat remél. Hello. Ma megint az Ádi? Ma megint bejött? Gyere vissza! Kapsz egyet. Ma megint. Megint bejött a gyerek. Jó van, jó van. Beköszönt, már megint. Szóljátok, hogy megy a fájvem, jó? Na, most valami történik. Most valami lehet, hogy megy a fájvem. Lehet, hogy történik valami. X-faktor azt mondja. Köszönöm szépen, értékeljétek, légy szíves. Valami megy. Megy, azt mondjátok. Köszi, partner. Az én szerverem, ez nem az én szerverem, Balázs. Mármint a Discord, a Discordobat se én csinálom. P.O. Péter. Na várjátok, a fájvem is szórakozik itten. Nem bír magával, nem válaszol a fájvem. Jó, ilyet, de mondták is, Komi is mondta, hogy ez a fájvem, ez egy nagyon durva dolog. Megvan benned az X, köszi. 2200 az új nézőrekord. Dani spólóba vagyok, köszönöm Ferenc, nagyon kedves vagy. Papámnak nyugodtan írjatok. Istenetesen sokáig üzenetet Instagramon meg lehet nézni. Fájvem most szórakozik amúgy, de pillanatokon belül reméljük, hogy indulni fog. 2264 volt, Dávid, azt mondod. Ha, az jó amúgy már. Ha, elég jó. Köszi. Elég sokan írtatok papának, köszönjük szépen. Nagyon kedvesek vagytok. A Fájvem nem megy. Legalábbis nálam nem megy. Nálam valamiért nem megy a Fájvem, nem válaszol. De van RP, csak ki szerver restart volt. Aztán ilyenkor problémákba ütközünk egy kicsit. Trolládi, igen. Lesz még több is. Fájvem, gyerünk Fájvem, indulj, múkodj. Emlékszetek az Uri Gellerre? 1-2-3-ho múkodj. Amikor elgörbítette a csávó a kanalat, azt mindenki elhitte. Az kemény volt, nem? Köszi. Isten el lehet érni, de nem mindig tudom. Na, error. Gyerekek, error. Error, gyerekek. Errort ír a Fájvem. Valakinél megy, valakinél nem megy. Hát nálam most pillanatokon belül ki fog derülni, hogy megye vagy nem. És akkor ki csinálja? Egy kedves néző csinálta nekem. Szóval mikor kell, RP van kocsis vállalatod. Jó, valamié nem megy nekem. Krisznél megy. Senki sem tud belépni, azt mondjátok. Jó, akkor várunk egy kicsit, meg fog javulni, addig nyugodtan lehet cseten beszélgetni, a sztorival kapcsolatban is, bármivel. Cecel így elvitt Levi lehet. Nincs vége. Nem tudom, leállt a Fájvem. Ez egy vadállat. 181 tagunk van, aki úgy érzi, hogy szeretne csak... Na, indul! Indul a Fájvem. Most indult el. Köszi. Várjatok, még nem biztos, most betűtött az előbb, most nem tudom, hogy elindul-e. Nekem nem állt le. Ja. Hát órák kérdés a gyerekek, jó? Ez az RP rohadt jó. Örülök, hogy tetszik, próbáljuk jó alakítani amúgy a sztorit. Ha megjött a gazdad is, polod, örülök, köszi. Köszi János, error till. Valamelyik mód crash-t okoz. Nem szokták amúgy így a szervereket. Mit csinálnak D betűvel? DUS-elni? Vagy nem tudom, valaki, aki okosabb tudja. Szokták, direkt kikresseltetik a szervert. Kikresseltetik a szerver direkt amúgy. DDU, azaz after, azaz, amit mondasz, hogy ezt direkt csinálják. Doszolni, vagy mi? Ne, az. És ez mit jelent amúgy, srácok? Azt hogy tudják megcsinálni? Mert, vagy én nem értek hozzá, azért kérdezem. Vagy hogy ezt miért csinálják. Nincs Fájvem. Igen, tudom Ádám, túlterhelés és támadás. Igen, ezt csinálják, ezt. Úgyhogy nem is értem, hogy ez mire jó. Gyere most felenged. Na, megint error. Reméljük, hogy jó lesz most. Percek kérdés. Túlhelyük, hogy bekressel az egész. Igen, és ezt direkt csinálják amúgy. És én nem értem, hogy miért teszik tönkre mások játékát, munkáját. Na, most valami történik. Reméljük, hogy jó lesz. Ilyenkor biztos dolgoznak rajta, hogy rögtön jó legyen. Bankrablás, az is. Vannak hozzá eszközök. Értem. Hiába írjátok le angolul, nem tudok angolul. Szolgáltatás megtagadással, jó áru támadás. Más néven túlterhelés és támadás. Értem. Ja, ezek a hackerek kaptak, értek pénzt? Értem, hogy direkt csinálják.
Hali Zalaegerszegből csinálják. Szúnyog, hol hallottad ezt? Vagy van biztos forrás? Tök jó a sztorit. Köszi János. Mokkának se jó. Nem jó, most várjatok, most megint elkezd tőteni. Nem tudom. Bízunk benne, hogy pillanatokon belül csatlakozás menetét. Jók a videót. Köszönöm szépen. Mármint Master, minek a csatlakozásnak a menetét? Köszi Mokka. Semmelyik streamernél nem megy a szerver. Jó van. Hát bocsánat srácok, lányok, sajnos ezt nem tudjuk kikerülni. Nincs vége, 3-9-ig nem hagyjuk abba, csak sajnos erre nem számítottunk, hogy ez ma este itt lesz. Mert tegnap nagyon jó ment. De lesz RP, csak a 5M rosszalkodik. Elmegyek ilyen fejlesztőnek. Köszi. Sziasztok, szia Eszter! Jó Pétert is fel kéne hívni. Az RP-nek nem RIP 5M. Ja. Nincs vége. Jó, bejött valakinek egy pillanatra. Köszönöm az 1000 lájkot, közben elértük. Kedvesek vagytok. Köszi. IC-ket találkoznunk. Azaz sok IP címről megy a támadás. Értem. Köszönöm szépen a támogatásokat, donéteket, ja, az ugyanaz. A csatornatagságokat. Rics is kifagyott szerintem. Mi a baj? Hónap fogorvoshoz kell mennem, az a baj. Hogy rosszul vagyok. Fájvem. Lehet, hogy most nem az a probléma. Nem mondtam, hogy a DDoS vagy mi a probléma, nem biztos, csak hogyha volt múltkor ilyen probléma is. Horváth Anita, üdvözlünk a tagok között. Egy e-mail címet kérünk szépen, ez a tied, aláírva, és használ nyugodtan az emótokat. Köszönöm szépen. Lesz RP Imre, csak valami van a szerverekkel. Jó? Oké, és nem ennyi volt. Üdvözöljük! Anita Horvátot! Kérünk szépen! Igen, Krisz, nálam is! Ma futnak a szerver, észrevettétek, hogy a Fiverr hiszték, hogy rajta vannak már a probléma javításán. Komi kiírta. Jó, rajta vannak, srácok. Megvárjuk! Tegye fel a kezét, aki meg. Közben tudtok csatlakozni, Anitának köszönjük. Én is megyek holnap. Jó, Domba, kitartást. Én 11-re megyek, jó? 11-re megyek fogorvoshoz. Sírni fogok szerintem. Sírni fogok. Igen, Maty. Köszönöm, aki itt marad. Köszönöm, aki itt marad és nem megy el, és nem adja fel, hogy sikerüljön. Na nézzük. Na, megy. Állítólag megy. Most valamit nagyon tőt. Na! És megint error. Megint, ne sírjál, azt mondja. Csáte kutya, köszönöm szépen. Köszi. Error tír, srácok. Error tír. Betölt. Csak nekem ne, valami nem megy. Mi is megvárjuk. Checking. Valamit kiír. Még nem jó. Már még nem jó. 20, igen, 9-ig szeretnék. Működj! Köszi Jason, köszi. Próbálunk. Minden oké, Regina, köszönöm. Most a szerverre szórakozunk. Köszönöm a feliratkozást. Anitától kérünk szépen. Lehányjátok ezt a hangot? Folyamatosan rossz. Múkodj! Uri Geller! Anita pacalt, köszönöm Robi. Krisznek is rossz, azt mondja. Megjött a kártya, örülök Tamás. Jó, 1-2 H-hom, így mondtam mindig, 1-2 H-hom, múkodj! Szevasztok, Anitától kérünk szépen e-mail címet. Nem akar múkodni. 5M, te állat. Dolgoznak a 5M-en is. Nem jó. Szerver indulj! Énekelj vagy. Mit szeretném, Máté? Mit énekeljek, drága barátom? Tag mennyibe kerül? Havi 1000 forint a legkisebb csomag. Akkor már kaptok kártyát. 3000-esnél már bejelölek Facebookon, és így tovább. Jó. Clash Royale, azt mondja. Elkezdünk Clash. Egy perc. Holnap is lesz RP, igen. Tag... Köszönöm. Ide, Anita, igen. Ide írd az e-mailt, légy szíves. Nincs vége a live-nak. Csak szeretnénk szerver indítani. Gép restart, azt mondjátok? Nem hiszem. 5M. Ő, megmutatom, mit ír ki, jó? Megmutassam? Hát, ha valaki tudja.
tudja, hogy mi ez. Figyeljetek. Várjatok. Alakítás, képernyő az igazítás. Ezt írja ki, hogy valakinek van ötlete? Hogy ezt kiírja. Hogy ez miért van. Ezt írja ki. Nem tudom, hogy olvasható-e. 5M server listán sincs, elindul, azt mondja. Ezt írja ki most sajnos. Valakinek beadta, hát majd kiderül. Mindenkinek rossz, azt írjátok. Hát nem baj, meg fogjuk várni. Biztos. Ok. Mesterem C, öcseim miatt van ott. Öcseim miatt van ott! Jó? Köszi. Ez egy hibakód. Az oké! Az oké, hogy hibakód. Köszi. Nekem jó. Gépre start, vagy letöltsük újra? Letöltöm, írja. Írja újra. Várjatok. Megpróbáljuk. 5M. Jó. Itt befejezett. Vannak itt megnyitva 5M-ek. Na most. Nézzük meg. A Richard elindult. Chris próbálta. Na, gyerekek, elindult. Valami történik, gyerekek. Valami nagy dolog történik most. Már csak az a kérdés, hogy lesznek-e szerverek. Olé! Megszületett! Már csak 52-en vannak fönt! Most gyertek fő! Senkinek sem működik. Most kezd újraindulni. Köszi. Valaki, aki meg... Köszönöm. Anita, ide kellene az e-mail címed az új tagunknak. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hát reméljük el fog indulni. Köszi. Bocsánat, hogy egyszer mondom, hogy köszönöm a sok támogatást. Nem tudom, hogy most mi lesz. Na, a szerverek még nem mennek. Jó? Jaj, mire mentem rá? No, Korea. 4-es szerverre akarunk főmenni. Felcsatlakoztatlak a szerverre, hát remélem, hogy nem ér ki most hibát. Rátúták a kabátra. Gyerekek, végre. Köszönöm az 1000 lájkot. Erre inni kell a csuporval, így van, Noémi. Köszönöm a sok támogatást, tagságot. Na, meg lesz a 185 tagunk máma? Ki lesz a 183. vadállattag a csatornán? Köszönjük, ne kiabáljak, ugye? Már mondtad. Köszönöm Kolozsvári Daninak. Csókoltatlak, kedves donételő. Köszönöm szépen. Olyan copyrightot fogunk kapni már megint. Igen, vannak új emótok, Anita. Anita, légy szíves, ő. Kérek szépen e-mail címet, jó? Reméljük, hogy jó lesz. Sziasztok! Donét érkezett a házhoz! Köszi. Na, gyere, ne! Ezt nem hiszem el. Ilyenkor kell újra indítani a 5M-et, amikor ez bejön. Meg fogok szűni ma. Meg fogom szűni a fogamat. Na nézzük. Nem jó. Kidobott minket, de nem látunk semmit. Hát ezt nem hiszem el, újra kell indítani már megint. Ez szórakozik velünk amúgy. 5M, te állat! 5M, te aranyos vadállat. Aranyos, hát nem, ilyenkor nem aranyos amúgy. Mégis lesz kis Dani. Kis Dani nem mostanában lesz amúgy. Valaki most jött. Technika ördöge. Már te is megszűsz. Megszűri a fogát. Korea! Nem akarunk Korea szerverre menni! Miért jelöltem be azt, hogy Korea? Valaki mondja már meg! Nem hiszem el. Korea. Na. 5M, te vadállat. Csatlakozni leírás második sorába lehet a csatornához. Reméljük most jó lesz. Át kell írni a programot. Átírunk mi mindent. Barátnőmmel... Uha, jó, hogy mondod. Most leszünk 11 hónapja együtt. 27. 29-én. Uha, nem biztos, hogy tudom.
Jövő hónapban el akarok menni wellness-elni. Wellness-re gyűjtünk, mert el akarom vinni wellness-elni. Ilyen kis romantikus vagyok. Szotyival? Ú, de rég szotyiztam. Jó lenne szotyit enni. Köszi. Köszönöm a türelmeteket. Elküldted? Anita, ide chatre küld el, léci. Mert a moderátorok nekem továbbítják. Anita, te még nem küldted el. Jó, na most jó lesz. Most jó. Szerintetek itt vannak a rendőrök? Megvárnak minket? Na, nem is ott. Na, srácok, nem is oda dobott be minket. Jó van. Szerintetek Szláva fent van? Bocsánat. Gyerekek, elindult, ezt ünnepeljük meg. Telefonáljunk egyet. Tomász már hív is. Na, szevasz Tomász, na merre vagy? Itt vagyok a plázánál, menjek, érted? Ja, küldök egy koordinátát. Jó. Köszi, csá. Nincs mit, hello. Na, nem teszi le. Gyerekek, nem tette le. Williams is itt van. Jó. Üzenetet, új üzenet, Tomásznak küldünk üzenetet. Tomász, jó. Értünk fog jönni, Tomász, jó. Jó. Ezt küld. De Anita, e-mail cím kell, egybe írd le, légy szíves, mert ez így nem jó. Horzsolt 08 kukacfreemail.hu. Úgy írd le, Anita, légy szíves. Na jön, Tomász. Jó, Williams is itt van. Szia. Nincs meg a kocsi, de hát remélem nem foglalták le. Köszi, hú, viszket. Gyerekek. Van egy... Várjatok. Megvan a pénzem is és a... kocsi is. Gyerekek! Van egy kocsink! És kaptunk pénzt is. Ez miért van, srácok? Ezt még komit megkérdezem. Nem akarok csalni. Gyerekek, ez mi? Na csá! Hello! Na, egy bankba el tudunk ugrani? Persze, gyere. Hallod, mesélek olyat, gyere. Jó, oksa. Szláva hol van? Nem tudom, hívtam. Jó, menjünk egy bankba. Lerakom a pénzt, de hát én nem akarok csalni. Értitek. Szép. Ne hagyjanak már. Megint a rendőr. Akkor volt ennyi pénzünk, amikor ott voltunk a bódba. Na, és? Hát, hál' Istennek nem állítottak meg. Hopp, valaki hív. Király. Köszi. Ez bug, de majd mondom neki, hogy vegye el, ha valami van. Na, van egy BMW-nk. Övek. Williams is. Itt van egy publikba, Szláva, azt mondja. Matyi, hol találkozunk? Majd később keresünk. Mit mondott Szláva? Azt, hogy itt van a publikba. Majd vissza jó, kell menni érte. Oksa. Köszi. Hát nem az én hibám, de én szeretnék tisztességesen játszani, értek. Nem szeretek csalni. Megvan a BMW, igen. Pénzbe rakása. 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó. Jaj. Szerintem nem veszette, az előbb ott volt a garázsba. Mehetünk. Köszi. Oké. Tudom találni, azért nem hívtak, mert nem volt jó voice chatem. Még most nem. Már meg lesz Szláva, lehet. Lehet. Sziasztok, szép estét mindenkinek, folytatódik tovább. Ott volt P.O. Péter. Köszi Norbi the From Hungary Vlogs a támogatást! Nagyon kedves vagy. Na, szevasz Szláva! Szevasz. Na, szállj be! Na, hova? Fel kéne hírni Kriszt. Várj egy kicsit. Hallod, ócim, mondom, azt az igazoltatást nagyon adtam volna. Ja, az tényleg jó volt. Bakker, kár. Ki akartam magyarázni. Persze, a fegyvert. Jó lett volna, én is sajnálom. Aha. Nem baj, majd legközelebb. Ja. Király. Megpróbálok gyorsan hajtani. Jó, mehetünk. Hallod? Igen? Tomász, neked megvan az autód.
Igen, megvan. Hallod, és visszajött a pénzt. Visszajött a pénzt. Nekem igen. Is ugyanaz. Akkor nem csak nálam. Nem, szerver hiba. Szerver hiba. Jó van. Látod, Szláva, autót kellett volna benned. Legdrágább. A többieknél is ez. Menjél már! Menjél már! Hát én nem hiszem, mert megáll az a tudapén. Megalszik a tej a szájába. Köszi, köszi! Na merre? Miért? Miért nem az új autóval mentünk? Nem tudom. Felvegyük? Hát, vegyük már fő, hát azt teszteltük. Köszi, köszi. Megpróbálom Richet meg Krisztel érni. Jó, jó. Most majd... Most meg mindjárt kijön elénk. Jó. Kriszt fölhívjuk. Ez bolond ez a város. Köszi, hát. Sziasztok! Aztá! Na hát Tomás, gratulálok. Jó van. Uram, mit csinál? Jó vagytok? Hogy csináltam meg a fájbert? Most megy. Hogy ma már nem megy fel. Rich nem fér fel, értem. Ez egy állat már megint. Hát... Én szóltam. Hú, most nagy bajban van. Csak nem verik össze. Hogy belerongyult? Jó napot, uram. Jó napot. De jó pulcsi, jó. Köszönöm szépen, ez póló. Ez nem P.O. Péter. Nem, nincs itt. Hol lehet kapni? Minden boltba lehet kapni. Nem hallom a többi. Nézd már ki van itt főnök. Szevasz vagy! Na hát Péter! Vagy... Szevasz, na hello! Mi a pálya? Na hallod Ákpert, de nem találkoztam veled, mi újság? Összeszedtem valahol. Minden oké, én tegnap találkoztam vele. Na, király. De elfelejtettem elkérni a számát. Ó, hát pedig az lett volna a legfontosabb. Hello. A fenébe. Ő itt. Nem tudom, kicsit most beszélgettem, jó verdája van. Na, van jó, az a Chevrolet. Baszta, akkor van pénze. Mit csinál? Hát, nincs, de valamennyi. Dika, jó van, mi? Matyi, hát mi van most veled, ember? Körbeálltok, vagy mi? De látod, muszáj a biztonság. Hát de oké, hogy biztonság, de úgy nézek ki, mint aki téged megütne. Nem, bocsánat, hát. Bocsánat, szólok is a srácoknak. Srácok, nem kell a védelem. Így van. Köszi, Dani! Igen? Figyelj már egy kicsit a főnökre, elintézek egy telefon. Jó, csak nyugodtan. Mondjuk Pétertől nem kell tartani. Én teljesen magabiztos. Nem baj, csak bárki ide jön. Viszont... Matyi, odébb tudnánk menni egy kicsit. Persze. Jöhetnek az emberek jó, is. Persze. Gyere, emberei. Tomás. Már egy volna egy kis baj, Donét érkezett a házhoz. Nem tudom, mennyire ismeritek ezeket a krómos geciket. Igen, mi nekünk is ez a véleményünk. Na, az van, hogy találkoztam egyel. Na és mit akar? És idézőjelben összehaverkodtam vele, megvan a száma is. Oppá. Lehet, hogy még ma föl fog hívni. Na. Nem akarjuk kicsit tisztába tenni, mert van egy pár fegyverem. Na és hányan lesznek? Egyedül van a csávó, egyedül csak van. Nincs annyi pénze, tudod? Ha? Tőlem akart kunyerálni, hallod? Tudod, hol voltam? Na. Banknál voltam, ott álltam, szrantom leszólít a csávó, hogy nem kell fuva. De honnan tudod, hogy krómos? Onnét meg krómos autója volt. Ja, aha. Tudod, a gyöngyház fényezés. Persze. Látod ott azt az a marokkot? Ugyanolyan színű volt, mint az a felni. Aha. Nem, most beszélgetünk, hanem... Na, távolságot tartjuk. Na, szavaz. Tisztelette, mennyi arra. Jó van, na! Álljál már le! Dű! Hallott, hogy te fegyelsz már, mert kurvára potrájba leszünk, kicsit azt nagyon nem szoksz lenni, mám! Tomasz, betörted a szélvédőn. Intézzétek el, Tomasz, jó? Fizessé neki, kell pénz? Jó van, elment. Na, igen, és akkor mi lenne a terv? A terv az lenne, ugye azt mondta a csávó, fölhívtam a házhoz, de egyedül... Vannak furcsa emberek errefele. Nem megyünk egy kicsit odébb? Az a baj, hogy nem láttam a rendszámát, de itt végzünk, hozom a fegyvereimet. Jó. Jó, akkor menjünk odébb, ott a kocsim. Jó. Tomás, követtek minket?
beszállok hozzá. Menjünk az a marokkal. Ja, gyertek utánam. Na, P.O. Péterre! Aj! Istenem is előrjön! Hát azt a mindenit, ugye te! Hova menjünk? Tud követni a barátot? Persze, persze, jönnek mindjárt, csak ott beszélget. A Szláva is, persze, jó? Szláva, ugye? Igen, Szláva. Tényleges, megvette az autót egyébként? Azt nem találtuk meg azóta, képzeld el. Most vettünk az előbb új autót. Várjál, csörgök nekik, hogy jöjjenek már. Ja, már jönnek. Oké. Ali. Majd beszélünk? Ja, majd beszélhetünk, de most van egy... telefonszámot majd. Persze. Diktálom, jó? Csak majd kicsit később, oké? Okay? 3 darab 5-ös, 1 3-as, 2 darab 0 és 1 2-es. Kacsa! Jó, mert tud infót a krómosokról. Várjál. Vagy mi az, macs? Félre beszélsz már megint. Van nálatok fegyver, mert ezt a csicskát ki fogom lőni. Melyiket? Hát ezt a piros Toyotást. Nincs, a Szlávánál van csak. Hova menjünk? Hát egy nyugis helyre, ahol nem zavarnak minket, de ezt a pirosot le kéne rázni, tényleg. Jó. Akkor beletaposok kicsit. Jó. Remélem tudnak jönni a srácok. Felhívom Szlávát, hallod? Felhívom Szlávát, hogy lője ki a kerekét. Nem kell, mert OC mondom, hogy nem lehet forgalma, tehát 4 sávosra használni fegyvert. Ja, jó, oké, köszi. Szólj adminnak reportba, hogy az komoly, haver, az csiga. Hát jó, csak elmegy majd. Az igen, jó, elintéztük. Most már nem fog. Várjál, akkor megyek én is oda. Látjátok, hogy normálisan van, hogy nem veszek ilyen állat. Jó, mehetünk. Király. Valami kátort kéne keresni, nem? Jaj, ahol nem látnak. Tudsz valami jó helyet? Itt menj fő, vagy merre viszont. Jó. Menj, gyere fő. Jó. Úgy ismerem, amíg a választ. Nagyon beteg ez az állat. Menjél balra. És itt majd jobbra fel. Tomászék, jönnek? Jaj! Basszus. Tudsz küldeni nekik GPS pozíciót? Persze, hívom őket. Jó. Várjál még majd, hogyha megérkezünk a helyre. Az a baj, hogy ez itt... Na csá, mindjárt fölérünk. Hello. És küldök koordinátát. Jó, oké. Jöttök utánunk? Nem tudtunk követni benneteket. Jó, mindjárt küldök koordinátát, mert félek egy kicsit. Csá. Jó. Köszi. Várd meg az embered. Igen. Nem torzítóval csinálja. Jó, ide itt jó lesz, és akkor hívom a srácokat. Oké. Ki kell kötni magam. Jó. Jó. Na, mindjárt itt vannak. Jó, király. Milyen fegyvereid vannak? Nagyon sok van. Sok van? Mhm. Csak most adtam oda egy párat egy embernek. Vannak ismerettségeim a városba. Ők is ugyanúgy szereztek nekem. Nem krómosokra gondolok, utálom őket, képzeld el. Hát remélem, hogy mert még nem hiszek neked, tudod? Hát tudom. De amikor beköltöztünk a barátommal a városba, a Leo Péterre, foltoztunk mindig, bazd meg, aztán jöttek rabolni. Ez most a P.O. Péter! Hol van a CZ fegyverlelőhely, nem? Áj, nem tudok ilyeneket. Szláváék tudják szerintem, de hát én nagyon nem tudom. Ők szerzik be ezeket. Én nagyjából tudom az összeset, de a G36 az nagyon drága. Aha, 25... az 25 millió, azt hallottam. Igen. Képzeld el, hogy 27 millió évettünk, vettünk elég sok fegyvert. Jött egy nagyon jó áru. Aztán elég jó beszereztük. Most már P.O. Péter! De figyeljük! A Kraft helynél 25 millió ér is be lehet szeretni, meg most amúgy is nagyon olcsón adják a dolgokat. Aha. Hé, itt vagyunk. Itt vannak. Azt a minden új kocsitok. Ja, most vettük. Hallott, hát mi ez? Ember, hát ezen terepre is jó ez, hallott. Persze, direkt. Sziasztok, srácok. Üdvözlöm. Lov vagyok, üdv. Afganisztánban dolgoztam. Tudjátok, nem?
Van három lányom! Gyurika! Gyizike! Három lányom, Gyurika! Szerbiába a háborúba. Azt a mindenét! Nem találkoztunk mi már valahol. Nagyon ismerős vagy. Hát figyelj, nem... De ott, érdekel. Ahol meg akartod venni jó, az autót, tényleg, emlékszel? Tényleg, ott találkoztunk, tényleg, meg átmedd a... Az tényleg! Ja, ő akarta megvenni 15 milliója az autót, tudod? Feszülj be, Szláva! Ja, na, srácok, az a helyzet, hogy itt a barátunk azt mondja, hogy tud fegyvereket, és... Ne kalapáld meg! Hoppá! Mindig elnyomom amúgy. Na, tehát az van, srácok, hogy találkoztam egy krómossal. Igen. Igen. És... Igen, mondhatod. Istenem! Tehát találkoztam egy krómossal. Találkoztam egy krómossal, és... Igen, jó, bocsánat. Elfelejtette. Köszi. Most így elfelejtettem, ja. Találkoztam egy krómossal. Igen, igen. És el akart vinni. Csak nem csopta. Hogy nem kell egy fuval. És mondta nekem, hogy... Hogy nem kell egy fuvar, mondom, nem kell, köszönöm szépen. Aztán lehívom én a kocsimat, azt mondta, hogy izé. Hogy tud olcsón fuvarozni. De egy, mondom, egyedül ne, volt, nem? Igen, egyedül volt, krómos autóval volt. Köszi, ugye. Dani! Azt hiszem turbós volt, Aha. És utána elkezdte nekem mondogatni, hogy izé. Hogy nem érdekel egy kis maffia, be akart szervezni. Amondom, ez jól fog kezdődni. Mivel úgyis utálom őket, gondoltam, hogy valahogy be kéne szervezkedni valakinek. De miért is utálod őket? Volt valami incidensed velük? Persze, nagyon sok. Hát amikor beérkeztünk a városba, a barátommal ide költöztünk Las Venturasból. Bocsánat, hogy közbevágok. Főnök. Mondj. Igen? Leléphetek egy... Persze, itt leszünk. Elvigyelek? Ja, légy, vigyél már. Jó, hallott, itt haver? Figyelj a fegyveredre, mert kurva sok rendőr van, én a helyedbe most letenni. Ja. Jó van, majd megoldjuk minden. Csak úgy mondom, mert a városban most nagyon sok járkál. Jó van. Köszönöm. Egyébként láttátok, hogy fölborult a csávó? Ja. Mondtam is, hogy követett minket. Durva. Köszi. A másik srác nem marad itt. Elviszi. Ja. Valaki nem akar itt maradni? Hát figyelj, lenne egy kis meló. Ja jó, intézzétek el, azt majd csörgünk, jó? Oké. Csá. Már valami elintézni. Figyelj, Matyi, igazából visszaviszlek, és szívesen ám. Van, nem kell, ők valamit elintéznek, azt mondták ilyenkor, meg bízok benned, tudod. Igazából láttalak titeket ott amúgy a publikus garázsnál, de nem akartam zavarni, gondoltam valami fontosabb dolgotok van. Hát van, tudod, most csapatot toborzunk, aztán pár embert be akarok venni. Egyébként azt nem mondtátok, de nem baj. Ha gondolod, segítek szívesen. Jó. Hát először meg kell bizonyosodnunk, hogy nem ellenség vagy-e. Hát figyelj. De hát nem úgy. Ide jövök neked teli háttal fegyverekkel, akkor az elég jó. Hát jó. Mert csak ne engem lőj le, tudod. De hogy is. Matyi, szórakozná. Jó van. Megismertelek, kurva jó fej vagy, nagyon bírlak. Köszi. Már nem azért. Nagyon jó. Na, tehát ott tartottam, hogy ugye a publikusnál ott szoktak járkálni, de ezt gondolom te is tudod. Persze, nagyon sokan vannak. És ugye amikor ide érkeztem a városba, akkor hát piszoktalan mennyiségben raboltak tőlem. CZ, minden. Tehát van egy ilyen craft hely, és ott volt a... pisztoly kraftolási hely, és azt folyamatosan ott őrizték, keresték az embereket, meg minden. És nagyon durva rablások voltak ott. Tehát gondold el, G36-ot akartunk kraftolni még anno a barátaimmal, azt nem tudtuk, mert ott kempeltek és elrabolták tőlük. Aha, rögtön, egy... ahogy kihozták. Igen, és az nem kevés mennyiségű pénz, 25 millió. Aha. Ami azért nem kevés, tudod, te is. Hát persze, az jó sok pénz. És ugye ez miatt utálom, ezért utálom őket.
meg hát kurva sokan vannak. És valamit kéne kezdeni majd. Na de a lényeg az, hogy ugye egy emberre összehaverkodtam, idézőjelben amúgy. Aha. Nem nagyon bírom, de most muszáj volt, meg ki akarom írtani. Ha egyedül, ha jön a barátom, nem jön, akkor is azt az embert el fogom kapni, amelyik jó szájon törőt engem. Segítenénk akkor, hogyha kell. Oké, akkor akkor beszállhatok én is hozzátok, ha gondoljátok. Jó, az király lenne, mert hogyha ilyen információid vannak, meg el tudnánk kapni egyet, az király lenne. Figyú, nem tudom. Van főnökötök? Van, igen. Nekem van, a többieknek oda elé vihetnénk, és ott kitárgyalhatnánk igen, minden. Az király lenne. Csak az a baj, hogy kurvára fáj a torkom. Hallom egy kicsit. Na, tehát nagyon elé furcsa. Tudnánk vinni a főnökhöz, és ott szépen befenyíteni, hogy mindent mondjon, amit csak tudod. Már eddig nekem az a jelenlegi álláspontom, azt mondta nekem, hogy hogyha be akarok oda lépni, azt mondta, minimum 15 milliót le kell, hogy adjak, mert hogy ezt a bandára költik és szétosztják, meg fegyverek. Aha, nálunk is így van. Értem. És azt mondta, hogy... hogyha elérhető leszek, akkor majd csörgetni fog. És ez pont máma volt, ma találkoztam vele háromfele. Aha. Behívtam a házomhoz, kérdezte gyanús, tőlem, mennyi fegyverem van. Mondok, van jó sok. Azt mondja nekem, nem tudsz egy kis picit adni? Mármint fegyvert gondoltam, meg pénzt. Mondtam neki, hogy sajnos nem adhatok semmit. De csak annyiból állapítottad meg, hogy Krómos, hogy az autója olyan volt? Az öltözéke, tudod, de most nem az a... Igen, de nem csak az, nem az a sisakos, tudod. Igen. Nem az a sisakos öltözéke volt, hanem tudod, a normális civil ember hasonló volt, de gyöngyházfényezés. Aha. És szinte mindent mondott, hallod? Sorba mondta a dolgokat, hogy micsoda érte. Hát így megbízott benned először. Hát én nem tudom. Ezért gondolkodtam én is, és azt mondta, hogy ha van kedvem, szívesen bemehetnék a maffiába. Aha, és oda miért nem akartál akkor oda? Hogy miért gondoltad meg magad? Hát mert utálom a krómosokat. Ja, igen. Hát mondtam neked, hát kiraboltak engem, akkor én miért szeressem az őt, aki kirabol engem. Igaz, de ezt nem mondtad neki, hogy ők kiraboltak? Nem mondtam neki, mert pont ez az álcom, mert meg akarom ölni azt az embert, tudod? Aha. Ezért mondom, hogy akkor elkaphatnánk azt a gyerkőcöt, ez egyedül lesz, meg tudom neked oldani simán, mert eléggé jó a kommunikációm, rá tudom bízni, hogy elkapjuk. Jó, de viszont ez nagyon jó ötlet és terv, viszont a főnökömhöz nem akarom kivinni, egy másik helyszínt kellene választani. Mit szólsz hozzá? Ahol de elvisszük... a főnököthöz miért? Nem nagyon vihetnék ki még ilyen ellenséges embereket, mert félő, tudod, hogy utánam jönnek, vagy valaki lefigyel minket, és utánam jönnek. Azt is megoldhatnánk, hogy amikor már beszállítjuk a kocsiba, akkor egyből rádió, elveszük, telefon, minden. Semmit nem tud akkor leinfózni. Az igaz, de lehet, hogy őt figyelik a távolból. Figyelj, Matyi, bejött a házamba. Megbízott bennem, és elmondott mindent. Szerintem ez a gyerek valami nagyon nagy ilyen idióta lehet. Nagyon nagy hülye Krómos. Szerintem tudom. Ez a legbénább. Nem tudom. Hát ilyen hülye embert még hát nem láttam. Hát ilyen, ez mondjuk ráadásul ez furcsa. Egyedül volt amúgy. Egyedül volt. Azért is furcsa nekem ez a szituáció. Arra gondoltam először, hogy amúgy ki akart rabolni, de amúgy nem. Nem, mert behívtam a házomba, és tök egyedül bejött, hallod? Ennyire bátor, így egyedül mászkál? Hát én nem tudom, de én is akkor egyedül voltam, de hogyha ott lettek volna még pár barátom, simán kinyílt volna, az biztos lekéseltem volna a picsába. Az kurva isten. Furcsa, nagyon furcsa. Nem nagyon tudom. Utálom ezeket. Nem tudom, hogy kamu-e. Még amikor dolgoztam nagyon sokat olajipari munkába, akkor igen. Nagyon sokszor raboltak engem. Igen, érdekes, hogy mi akarja a főnökhöz, hogy kivigyem.
Jó, figyelj, megcsinálhatjuk, de mondom, nem tudlak kivinni oda, hol van a bázis. Mert ebben nagyon veszélyes lehet. Elrabolhatjuk meg mindent, de akkor valahova máshova kellene csak vinni. Csak az a baj, hogy meg kéne várni, hogy felhívjon. Ja, értem. Figyelj, én megbeszélem a csapattagokkal, lehet, hogy holnap kellene ezt megejteni. Mit szólsz hozzá, hogy nem kellene jó, elsietni. Jó, amúgy én is azt mondtam neki, hogy holnap. Holnap. Ja. Jó, hát holnap megcsinálhatnánk, viszont akkor én is összeszedem a fegyvereket, meg minden. És akkor ki akarod nyírni, ugye? Hát pontosabban nem őt. Kideríteni, hol van a tő, hol az a gyerek. Ja, értem. Pillanat, hívnak. Oké. Okay. Csá, James, mi újság? Csőcső, az a baj, hogy akarnak veladni egy Suprát. Tehát a Suprát. Nem tudom, mennyire vegyem meg. Le futningos, és 7 millió odaadják. 7 milliói? Igen. És van nálad? Van, persze. 11 millió van, hogy gyűjtöm a pénzt. Jó, de hát tudod, hogy vagányabb autóval igen, kell majd. Igen, a Supra az jó lesz. Ja, az jó lesz. De volt, majd kell beszélnünk ugye a tegnapiról, mert kicsit furcsa persze, dolgok persze. Történtek, aztán majd beszélünk. De akkor vedd meg az autót, hogy azért vagány gyerek legyél. Jó. És akkor megéri ez? Nem tudom, hogy mennyibe kerül az autókerbe. Fú, hát nem tudom, nem értek hozzá sajnos. És eljöttem gyorsan autókerbe és megnézem. Aha, nem tudom sajnos. Na kérdezz meg a többieket, kérdezz meg a haverodat. Jó, hát az a baj, hogy ma nincs fent. Hát, értem, hogy nincs fent, nincs a városban, elment egy másik városba éppen. Aha. És mai nap nem is lesz a városban, úgyhogy ilyen holnap vagy holnap után lesz a városban. Jó, figyelj, hát szerintem vedd meg, aztán majd a pénzt azt meg majd hozod. De az autó egynek jó, hát ne az az Opel a mászkájá. Persze. Jó. Na, van egy kis dolgom, úgyhogy le kell tennem. Jó. Na, csá. Cső. Na, itt vagyok, bocsi. Oké, nem baj. Na hát nem tudom. Nagyon furcsa ez a sztori nekem. Hogy miért segíteni nekünk. Az oké, hogy te ki akarod nyírni, de biztos, hogy meg tudnád oldani ezt egyedül is. Figyú, nekem az az ember kell, aki engem folyamatosan rabolt. És rabolta. Többes számba mondom, mert négy kocsival jöttek. Nekem az a célom, hogy azokat elkapjam. Nem tudom, honnét tudjam. Csak aha. Személyi leírás tudok. Aha. Azt meg, hogyha megmondom neki és megkeressük, akkor biztos tudnánk, de akkor már ott lebuknánk. Na, de én azért akarom kideríteni, mert szükségem van segítségre, mert egyedül vagyok a városban. Aha. Mert a többi barátom meg elköltözött. Aha. Mert nem lehet csinálni semmit ebbe a városban, mert sok a rendőr, ezek meg befostak. Hát igen, sok a rendőr, azt tudjuk. Jó, figyelj, hát mutasd meg a fegyvereket akkor, és akkor holnap elkaphatnánk ezt az jó. Embert. Jó, egyelőre amúgy most csak egy sokkolom van, mert a G36-ot elpasszoltam 30 millába. Aha. De ha gondolod, azt odaadom, nekem nem kell. Jó. Gyere akkor, megmutatom akkor a házamat is. Hú, gyerekek, ez nagyon furcsa nekem, nem? Nagyon furcsa. Mi, legyen a sztori? Nem hiszek te most neki. Nem bízol benne. Tehetném én már akkor most elmentem volna kiraboltalak volna. Ez igaz. De nekem nem az igaz. A célom, hanem az, hogy elkapjam azt a négy vadállatot, hogy érted, hogy bosszút álljak. Igen, ez mondjuk igaz. Tehát azért egy részben meg tudsz érteni, ugye? Persze. Várjál, csak leadom az ingatlanhoz a kocsit, mert tropára van törve. Telefonálok egyet. Jó. Sziasztok. Húha. Remélem Szláva itt van. Ki ez az idegbeteg? Ez egy állat. Nem veszi fel. Jó a beszélőkéje. Nagyon jó. Nem veszik fel. Tomás.
Na csá, Tomász. Hello, hello. Tudtok jönni az egyes ingatlanhoz? Oda tartunk éppen a Péterre, nem bízok hú, benne. Hú, most nagyon nagy ügyünk van, hallod. Nagyon nagy ügyetek van. Jó, jó, remélem, hogy nem fog kinyírni és elrabolni. Nem, az, attól nem félünk. Na, jó. De nem, engem, nem titeket. Ja, téged, ja, csak nem. Jó. Oké, okay. Majd jelentkezem. De vigyázz azért, oké. Okay. Oké, okay, csá. Hello. Nagy ügyük van. Itt van Krisz. Nagy nosdán, ilyen farna fiatal ember. Ha muszáj. Követni a főnököt. Gyerünk. Donételtél már a hónapban? Mármint kinek? Hát a Danielnek. Ja, nem donételtem. Nem biztos, hogy Jézusom. Megérdemli. Jó cics. Ez hülye. Tehetünk? Ja, várjál, Oci, mondom, vissza kell írnom Facebookon. Jó, oké. Okay. Lemerült a telefonom. Én körül vagyok éve ezekkel az állatokkal. Azt mondja, donétál témá. Donételjek magam. Ez meg most Facebookozik. Ez egy igazi állat. Ezek komolyan mondom, ezek az emberek. Nem sokkal megkortál, lassan megvan a pénz. Lehet akkor csak holnap tudunk. Basszus! Köszi. Véletlen leállítottam! Gyere, körbe mutatom a házat, meg is hívlak egy kávéra. Rendben, az király lesz. P.O. Péter! Szerver négy... Fogod venni egy Ferrari 812. Hiszen neked is olyan van, nem? Ja, de... Van, megvan még. Teljes tuningolt lesz. Ja, az enyém is, csak páncél nincs rajta. Ja, amúgy van bőven pénzem fegyverekre. De ezt még nem mondtad el, hogy neked honnan van ennyi pénzed, meg ilyenek. Tessék? Ezt még mindig nem mondtad el, hogy honnan van ennyi pénzed. Sokat kereskedtem. A régebbi barátaimmal nagyon sokat raboltunk. Voltak olyan szituációk, mikor... Nekem nem tetszik. Hát, buktunk kurva sokat. Ez nekem nem tetszik. Tehát ezt úgy értem, hogy minket is raboltak. A krómosok. Aha. S4-en vagyunk, igen. Na itt is a ház. Ah, nagyon szuper. Nem tetszik ez nekem. Én oda is adom neked a sapkolót, jó? Mert nekem nem kell. Rendben. De kamuzi, szerintem nem tudok kiszállni. Na most. Jaj. Nem tudom, srácok, nem tudom. OC, mondom, be foglak hívni a házba. Igen? És majd neked el kell fogadnod, jó? Jó, csak be kell lépned, ennyi a helyzet. Jó, köszi. Nagy, jó játszik. Igen. Csak be kell lépnem? Nem akarom megvenni. Hogy kell elfogadni? Nem tudom. Ja, értem. Itt vagyok. Na, Óci, mondom, Dani, az a baj, hogy négyes szeron vagyunk, és itt nem lehet megnyitni az ingatlan. Ja, igen, van, tényleg, most lett van ilyen prio szerver. Pluszom. Ja, van prio pluszom, de... Ja, csak annyi amúgy a baj, szóval semmi más egyébként. Ja, mert nincsenek itt, még ki kell. De különben, igen. De erre most nem gondoltam amúgy, hogy most így be fogsz idejönni. Aha. Na, mindegy, menjünk vissza az IC-re, azt lesz, ami nem tudom, most így átlépjek azt vissza? Mert van prio pluszom csak azért. Hát figyelj, akkor ez legyen holnap, jó? Mert a jó, többiek jó. Meg itt vannak négyesen, jó. Akkor ezt csináljuk meg holnap. Oké, okay, jó. Jó? Jó. Na, király, köszi. Gyere, csitani. Na, nézzük. Na, itt lenne. Na, nagyon szép ház. Itt. Hát, van egy kis vízipipa is. Na, jó a kilátás. Ászta. Hát, ezt még a barátaimmal vettük. Nagyon aztán furcsa. Itt hagyták nekem így, hogy most egyedül lakom. Aha. Odaadhatom nektek.
Á, ne, nem kell, köszi. De hallod, itt egyedül laksz? Micsoda? Itt egyedül laksz? Igen, egyedül lakok, persze. Ja, nagyon szép, nagyon szép. Hát ilyen csendes, nyugodt. Meg minden. Aha, tényleg, nyugodt. Te egy kis teleszkóp is, látod? Meg tudom nézni, ki merre ólálkodik. Aha, tényleg, jó a kilátás. Nagyon hazudik. Szépen rá lehet látni. A csávó is videó... Mi a videós neve, majd ránézek. Na most hova tűnt? Csak még ja. Egy darab, de az több jól lenne minden. Aha, mennyi vetted ezt? 12 millió. Ó, nagyon jó. Oci, mondom, Discordon tudsz a házvásárlásnál, és igazából úgy, hogy csak beérsz, amikor elelíksz online, akkor bevész a várójába, aztán igényelsz egyet, na. És kapni fogsz majd 900 milliót, mert automatikusan, amikor lerakja a CP-t, akkor ugye akkor kell akkor kifizetni, és ugye akkor csak 12 milliót kell átutálni az RLX-nek. Na, az de jó. Ezt egyébként főadmin is meg tudja csinálni. Akkor csak jó. Ez attól is függ, akkor mi is persze, de amúgy ez attól is függ, hogy szerintem hova kéred. Én most ide kértem, ez nekem 12 millióba fájt, aztán ja. Na, király. Jó. Oké, köszi. Na, rendes. Nincs. Rendes. Esetleg egy üdítőt kérsz? Na, kérek szépen. Viszki nincs, vagy valami? De, van itt. Na. Itt. Az asztalon-e? Köszi. Pont itt van, ezt még így... Vagyis hát nem tudom, hogy kinek itt maradt. Jó van. Volt vendéged, mi? Gyerekek, ha nagyon hazudik. Nem lesz így jó. Sik! Nem tudom. Mondom, ki volt itt? Valami csaj volt itt, mi? Hát ide hívom be a csajokat, ja! Na, már gondoltam. Mit szoktunk bulizni? Jó, mondjuk itt lehet is, nagyon szép. Ja. Nagyon komoly ember! Hát tudod, Matyi, én nem nagyon szórakozok igazából, én amit komolyan gondolok, azt komolyan is gondolok. Most miért szúrjak ki mással, amikor van egy célom, akit el akarok kapni? Hoppá! Ja, szóval így szokta táncolni az asztalon. Így van, ja! Hát tudom én, csak még mindig tudod, hogy nem bízok benned maximálisan. Nagyon furcsa ez a szituáció. Tudod, hogy kedvellek meg minden. Hát persze, de... elhiszem. Senkiben nem szabad megbízni hát a várat. Hát ilyen, múltkor is átvertek, és hát igen. Az egyik tagunkat képzeld, de meg kiderült, hogy köpött is rólunk. Aztán óvatosnak mi? Kell lenni. Az egyik tagunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi legyen vele. Hogy hívják? A Rich barátunk. Még nem hiszem, hogy találkoztál vele. Személy leírás? Fú, hát most éppen postásként dolgozik, azt hiszem. Elkapja. Nem kell, mert éppen pénzt fog hozni nekünk majd. Egyébként azért nem tudnám egyedül elkapni. Igen? Mert kurva sokan vannak a krómosok. Hát azt tudom, hát azon én is találkoztam velük a városban. Akkor meg tudod érteni. Persze. Na, ezért kéne nekem segítség, de a barátaim meg elköltöztek. Igen. Most kik voltak a barátaid? Óci, mondom... Igen? Óci, mondom, CNTA-znak most. Ja, értem. Mert okay. Én is ott játszottam, ja? Aztán azért tudom. Jó, pillanat, telefonálok. Szentjálat. Köszi, Krisz! Na, császláva! Szevasz! Hallod? Kicsit félek. Küldök koordinátát. Itt vagyok a Péternek a házába. Nagyon furcsa dolgokat mond nekem, és nagyon ijesztő. Nem tudom, hogy bízhatok-e benne. Ide jöttök, értem? Van egy kis gond. Tomás felszívódott. Felszívódott? Hát mi történt vele? Volt egy kis meló, most nem mondom el, majd négyszer. Jó, oksa. Ííí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 í donét érkezett a házhoz! Nekem feladta a szívem. Jó, oké, küldök, okay. Küldök egy koordinátát. Csácsá. Balhé van. Köszi, Krisz! Pillanat csak Szlávának küldöm az vagy a koordinátát, mert majd jön értem ő is. Jó. De ha gondolod, visszaviszlek szívesen. Várjuk meg. Jó, behívjam őket is. Ja, egy itt arra, mondjuk Tomás mondta, hogy lelépett, volt valami balhéjuk, aztán Tomás le is lépett. Milyen baj? Nem tudom, azt mondta, idejön elmeséli. Én mondtam, lehet, tegyétek krómos. Le a fegyvert, bazd hát, lehet.
Igazad volt, de reméljük, hogy nem vette tőle senki. Jó, mindegy igazából. Szerzek nektek. Ha kell, persze. Persze, de milyen állapot? És vettél új autót, amúgy? Ja, vettem, kézzed, de egy BMW X6-ot kézzed. Mi? Az anyja! Nem az autó, mert... Tényleg? Én olyat akarok venni, csak tuningosan te! És páncél is páncélt is kell rá, nem tudom... Persze, 100 millió! Hát tudod, 100 millió é? 100 millió, ha persze, miért mit gondoltál? Köszönj esetleg egy szendvicset! Ah, ja, jó lenne. Oké, oké, várj a kusz, hozzak innen meg! Csináld meg, légy szíves. Csoda? Jó csípős legyen, légy szíves. Barbecue szószos! Oh, köszi! Nagyon szívesen. Jó. Csak vigyázz ne, hogy megnőjön a pacakon. Jaj. Gyerekek, ez az ember, ez óriási ez a tag. Köszi, és ha adod a fegyvert, azt milyen árba tudnád hozni? Attól függ, milyen kell. Aha, változó. A G36, azt te is tudod, hogy a 25 millió a craft helyen. Így van. De hogyha mi így beszerveztek meg minden, akkor osztozkodunk. Aha. Meg figyelj, ugye említetted itt ezt a 15 milliós dolgot. Igen, mindenkitől, igen. Most, hogyha mindenkit így beszervezel, akkor mindenkitől el tudsz kérni. És te is ugyanúgy elmehetsz fegyvert craftolni. Igaz, igaz, igaz. Csak az a baj, hogy a G36 fegyver, ott úgy van, hogy van több fegyver kínálat is, de az a baj, hogy az necces. Mert az egy külön hajó van, amivel egy ilyen kis hajóval kell oda menni, érted? Aha, elég érdekes. Jó, hát majd meg kell néznem akkor ezt a helyet, mert akkor van 25 millió, akkor elmehetek én is oda? Hát most a craft hely még. Aha. Ami ugye ott kell lekraftolni, ugye ez nincs külön alkatrészekbe, hanem egy fegyver, és akkor oda el kell menni, valamit ott meg kell csinálni rajta. És ugye még a lőszer, ami plusz 1 millió. Aha. Itt van Szláva, szerintem. Jó, akkor bejövünk, várjál. Na itt császlába itt vagy, jó, behív a házba. Oké. Okay. Csá. Na gyerekek, érdekes lesz ez! Tetszik? Tartsunk P.O. Péterre? Vagy mi legyen? Higgyünk neki, ne higgyünk neki! Mi legyen? Érdekes lesz így az történet. Leírás másik sorába tudtok csatlakozni a csatornához, köszönöm! Donételni a chat alatti dollárjelnél lehet, köszönöm szépen! Köszönöm Krisznek, Krisz írt, hogy a 5M ő feladta, reméljük Krisz, hogy majd jó lesz. Higgyünk neki, legyen egy kicsit érdekes, nem? Na hova? Na, nem jött még be. Ha nem, bazd meg, hát Oci, mondom, nem adja ki a nevét. Ja, megkérdezem tőle. Szláva. Neked egyből kiadta. Ja, igen. Akkor menjünk ki hozzá. Jó, menjünk ki. Tök egy amúgy. De ha nincs itt senki, te! Ha hol van? Hol a kocsi? A kocsid is elment. Elment? Ellopták. Kurva Isten, bassza meg. Szláva. A Szláva volt szerintetek? Igen. Na császláva, hol vagy? Hát, ami koordinátát küldtél ott. Akkor rosszat küldtem szerintem. Lehet a túloldalon vagy. Mindegy, megnézem. Jó, küldök másikat. Lehet azt mondja, hogy a ház másik oldalán van. Ájjj! A milyen másik oldalán? Nem tudom, lehet rossz a GPS-e. Ez hova parkolt? Ha, itt van! Aztán elütötted! Ez nem is Szláva. Elütötted, te állat. Ez nem is Szláva. Bocs. Szláva meg eltévedt. Micsoda?
Mit rólálkodsz utána? Barátom érjöttem. Milyen barátod? Milyen barátod é? Tudod, az András ér. Ki az az András? Ó, még a... mikor a... kocsis. Mi van? Árasztok, hogy na figyelj, haver! Kapsz két másodpercet, látod ott azt a kocsit? Az a tiéd, ugye? Ülj bele, nyomd meg a féket, és hajts el amennyire tudsz. Nem leszünk itt jobban. Le fog lőni, fogadj szót. A szláva nem tudom hol van. Hát majd meglátjuk. Odaadtam a... jaj! Áú! Elnézést! Ez fáj! Odaadtam a kötszerért. Elnézést. Fogyózni akarsz? Nem. Hát jó, jó bevert egyet. Ez fájt. Annyira kár, hogy nincs itt fegyverem, így OC. Hát igen, ilyenkor be lehetne fenyíteni. Ezt kirúgtam volna most rabulni. Na mindegy. Várjál most akkor. Jó, most jött meg szláva, nem? Hát remélem, hogy ő az. Hello, hello, higgyünk neki? Jó. Hát parkódi még mindig nem tud. Hát, az mindegy most. Nem merek oda menni. Ez ő, ez ő. Ez ő. Na, szevasz, szláva. Na, király. Eltévesztetted az utcát, szláva. Ja, az előbb. Hát rossz volt a koordinátor. Ja, bocsánat. Basz. Ó, ne haragudj. Na, mi történt? Mesélj nekünk. Na, hát figyelj. Hát vettem egy autót 5 millióért, egy S63 Mercit. Na, azt jó olcsó vetted! Azta, hát kitő? Amúgy ez is hát szép az autó. Az egyik emberem. Na csá, Tomász! Na, hello! Na, mi újság? Hát, elütöttek, meghaltam. Ó, és most jó vagy? Hát, most már meg vagyok, persze. Autód van? Van, van. Küldök egy koordinátát, gyere ide, itt vagyunk Péter házánál. Elég furcsa a szituáció, jó, jó, okay. Gyere, jó? Jó. Oké, okay, csá. Hello. Ber. Kit el tudnánk kapni? Kicsoda. Nagyon muszáj lenne. Egy krómus. Ide jön Tomász is. Nevet mondjál. Hát azt honnét tudjam. Hát, főnök, voltak történések. Igen. Jön Tomász is mindjárt, most beszéltem bele. Egyik emberem mondott valamit. Na. Mondhatom itt? Hát, mondhatod. Félve bízok meg még Péterbe, de mondhatod. Mindegy. Ez lehet, még ő is benne lehetne. Az egyik ismerősöm elvileg Rich-től vesz fegyvereket. Most komolyan? AK-kat. Ezt komolyan mondod? Várjál, még most... egyszer nem értettem. Mi... Az egyik embere Rich-től vesz fegyvereket. És ezt honnan tudja? Ő most hívott, és hát az emberem megkérdezte, hogy hát alapból úgy volt a sztori, hogy ráállítottam őket. Igen. Nincsre. Nyomd már ki. Rich egy állat. Rich! Rich fegyvert árul! Na igen. Na, ráállítottam őket Richre, és telefonált az egyik, hogy hát egy Ricsi nevezetű embertől vesz fegyvereket, és megkérdezte ettől a Ricsitől, hogy szólíthatja-e Ricsnek. Igen. És azt mondta az illető, hogy igen. Asszta. Hello. És biztos, hogy ő volt az? Hát, nem tudom, de az embereim figyelik. Jó, figyeljék meg tovább. Én még nem tudtam kimenni a terepre, mert hát ide kellett jönnöm. Aha. És mi volt a meló, amit el kellett intéznetek? Hát az... Hát, mondjuk Tomász. Hello, itt vagytok. Hello. Igen, itt vagyunk. Igazából... Laggol a hangod. Annyi volt igazából, hogy Tomászt megkértem, hogy jöjjön el, segítsen nekem a kocsit megvenni. Aha. Mert egyedül átvernek, érted? Persze, de hát kitől vettétek ilyen olcsón? Az egyik emberemtől. Itt vagytok. Itt vagyunk, de laggolsz. Hallott, Tomász, be vagy kamillázod. Be van répázolva megint. Hallottok? Igen. Koronavírus! Hallod egy voice chat resit nyomjál már. Ezeket nem tudom, gyerekek. Hallott, szláva? Mondjad. Na, itt hallasz? Hallottok rendesen? Hallod? Nem, laggolsz nagyon. Laggol a hangod.
Laggósz. Halló. Halló, nem hallunk. Ő adott fel fegyvert? A Rich? Én úgy tudom, hogy a Rich vett. Hát ja, tudom, Rich tudod, azt mondtam Peti, hogy ő az áruló, aki elárult minket. Igen. Most jó. Akkor az tök jó, srácok, mert hogyha kiraboljuk, így négyen, akkor lesz egy oká. Hát de érted, hogyha nem biztos, hogy ő az... Nem biztos, hogy ő az, és ha meggyanúsítjuk... Igen, igen, ezt is akartam az mondani, ez is így. Ja, ja, igen. Srácok, én nekem viszont mennem kell a városból. Jó, jó. Hónap érkeze? Szerintem igen. Jó, király. Na vigyázzatok magatokra, sziasztok. Sziasztok. Jó, jó, sziasztok. Na, ez kemény. Nem, eddig is furcsa volt. Matyi, egyébként igen? Én az ő telefonszámát, a krómosét nem kaptam meg, nem kértem el, de viszont te meg megadtad neki a tied, de, nem? És igen. Mondta, hogy hívni fog. Igen. Ha hívni fog, akkor rögtön mentsd el. El fogom menteni, de úgy fog, majd elmondom, hogy fogjuk csinálni az egészet, jó? Jó. De ezt majd holnap. Jó, mert szerintem a taktikát... Holnap fog hívni, mert ti már akkor nem lesztek a városban, mert azt mondta 9-10 fele. Aha, körülbelül. Akkor már nem leszünk itt, igen, igen. Valahogy megpróbálom rábízni, hogy holnap legyen elérhető, vagy valami. Jó. OC, mondom, azt mondta, hogy holnap is ilyen 9-10 fele lesz körülbelül. Szóval aha, lehet ez egy halott ügy, hát, vagy hát nem tudom. Mindig akkor van? Vagy már nem tud sose előbb jönni egy kicsit? Azt nem tudom, lehet OC dolgozik, tudod, aha, vagy valami. Lehet. Jó, hát akkor max hétvégén akkor. Uh-huh. Az jó lenne. Hát majd mondod. De hát közben... Főnök. Igen? Én telefonálok egyet ezzel az üggyel kapcsolatban, jó? Jó. Már melyik ügye? Hát a Riccs-es ügye. Jó, intézzed nyugodtan. Oké. Na, mindjárt. Jó. Igen, Szláva is titkult valamit. És annyi, hogy akkor holnap tudnám oda passzolni neked azt a sokkolót. Jó, akkor holnap az a amúgy értékes. Az amúgy értékes. Egy ilyen 20-15 millió. Azta. A sokkoló. Igen, hát ez rendőrnél volt, havi. Hát azt én értem, de egy gyerek 2 millióért akarta nekem adni, Mutko. Mert ő is valami rendőrt ő kapta, vagy lopta. Azért, mert el akart rabolni. Az ilyeneknek ne higgyél. Ne? Ne. Nagyon naív vagyok, néha az a baj. Matyi, aki ilyen 2 millióért ad egy J36-ot, annak ne higgy, és azt mondja, hogy szállj be a kocsiba, az ott, hogyha ott már beszállsz, ott vége mindennek. Aha. Igen. Tehát fontos, hogy mit mondanak ám, erre figyelj. Jó, észben tartom. Ezért szerintem el akart rabolni amúgy. Mert gondoltam, hogy még nincs ott nála, nem volt nála, ugye Matyi? Még nem volt nála, egy boxert adott. Akkor azért mondom, az csak csali volt, hogy elraboljon, az visszaveszi a boxert, és ez ennyi volt, érted? De ez az ember be akarám lépni hozzám, folyamatosan hívogat. Igen? Aha. És Jamesnek hívják, nem tudom, hallottál róla. És Barna a haverja, ők akarnak belépni hozzánk. Barna? Aha. Négy gyerek? Tessék? Négy gyerek? Nem, csak a Barna. Ja, értem. De James az meg nem. És képzeld el, hogy írt egy SMS, tegnap nem is emlékeztem semmire, ott voltunk kint az olajosnál, és utána hirtelen összetörték a telefonunkat, nem is emlékszek semmire, utána James írta, hogy hát leütöttek minket, és elvettek mm-hmm. mindenünket. És kicsit fura volt, hogy pont mm-hmm. utána James tudja ezeket az infókat. Bocsi, azt jól gondoljátok magám, hogy kit vesztek be, mert lehet, hogy egy beépített személy. Hát igen, ettől félek tőled is, érted? Hogy ezért vagyok egy kicsit bizalmatlan. Figyelj, ha én krómos lennék, a krómosok tudod milyenek? Hát nem volt még szerencsém hozzájuk. Meséljek róluk? Hát egy kicsit, hogy... Elmondom neked, mikor mi voltunk heten, mint barátok, egy ilyen közösség. Igen. Ugyanígy mond, mint most ti. Főnök. Akkor szinte, amikor megláttak nálam, vagy egyedül voltunk, egyből 7 autó körbeállt. Egy autó. Aha. Főnök. Tessék. Nagy a baj. Na. Most kaptam a képet, ez valóban Rich volt. Postás ruhába? Nem postásba, de ugyanaz a Nasdan is, tudod. Ezt nem hiszem el, tényleg. És Rich, és 20 CZB-t venne. Ő írta ki? Ő tette fel a micsodát?
Hirdetést. Azt nem tudom, hogy feltette, de most az emberemmel nyilvánítik az üzletet. Ezt nem hiszem el. De miért csinál ilyeneket? De figyelj, 6 millióba adja az emberem a CZB-t, jó? Hát az kicsit kevés érte egyébként. De várjál, de lehet, hogy azért, mert mondtuk neki, hogy fegyvert hozzon, ha akar csatlakozni. Nem azért, hát nem azért veszi? Mondjuk hát ezt lehet. Majd fel fogom hívni és megkérdezem. De mi is tudunk adni neki? Hát de figyelj már főnök. Most vesz 20 darab pisztolyt, ami kb. Olyan, nem tudom, 120 millió. Igen. Vagy nem tudom mennyi. Vagy ad 15 millió. Tehát nyilván megéri neki jobban a 15 millió, érted? Hát igen. Tehát nem tudom, hogy miért vesz ilyen nagy mennyiségbe. Jó, hát ezt meg kell kérdezni tőle. Hát csak nem már valakinek veszi. Aztán meg akarnak támadni minket. Hát ezért igen. Mondom, figyeljetek nagyon. Az emberem rajta van, ráállítottam. Figyeli. De mondjuk nekem furcsa vagy Szláva ma. Ma furcsán viselkedsz. Tomásszal hol voltatok? Hát az autóvásárlás azt rögtön elmondtad volna. Hát figyelj, őszintén megmondom. Az emberem, mert akartunk egy kicsit úgy beszélni, mert benne van a band, benne akar lenni ebbe a bandába. Igen. És gyanús Szláva. Elmondtam neki a dolgokat. Igazából, és közben autót vásároltunk tőle. Aha, szóval rólunk sok infót adták ki? Ja, nem adtam ki semmi infót, csak hát nyilván elmondtam 15 millió. Aha, szóval a tagokat meg... intéztetek. De hát ezt hát nyugodtan intéztet. Elmondhatjátok. Nem hát kell. Jó, csak itt nem mertem megbízni ebbe az úrba, tudod. Aha, hát Péter, hát igen, de én egyre jobban bízok benne, csak még egy kicsit tartok tőle. Ja, elég megnyerő a személyisége. Bocsánat, hogy magadra hagytalak. Á, semmi baj, csak megijedtem amúgy, kettesbe hagytál. Csak nem mertem mondani az úr előtt. Jó. Köszi. Köszönöm, Eszter, a támogatást! Akkor mi legyen? Jó, hát azt mondta nekünk Péter, hogy ő egy csomó fegyvert tud nekünk hozni. És akkor ő... Donét érkezett a házhoz! Szláva, ugye? Igen, Szláva. Igen. Jó. Köszi, Eszter! Lám, hogy ez tök mindegy. Srác, okay. Tini, akárhogy. Na, azt akarom kérdezni tőle. A lelőhelyeket, te tudod? Csak a CZB-t. Meg a G36-ot, meg a revolvert. De igen, kezd izgalmas van. Lenni, remélem tetszik azt tudod nektek. Te is, hogy egy nagyon nagy hajón van, és messze van innen. Igen. Na Matyi, látod? Én mondtam. Én tudom az AK-t, az Uzit. Jó játszalak nagyon. És nagyjából így ennyi. Meg a golyóálló mellény, meg a lőszer, de azt gondolom te is. Aha. Hát figyelj, ezt úgy kéne elintézni, most ócén mondom. Vagy elmegyek veled, vagy valami, mert a lányokba kiemgézik, érted? Ja, igen, az is jó ötlet. Na, az jó lenne, tényleg. Mert erről kevesen tudnak, érted? Igen, a ja. Szláva, mert szerintem marad. Mi a rendes neved, Peti? Patrik. Patrik szerintem marad most még, nem? 9 után, és akkor utána el tudnátok menni. Én még maradok, mert lehet föl fog keresni a Krómos is az ja, miatt jó. Igazából. Mert ha te is tudsz maradni, Szláva, akkor el tudtok menni. Akkor meg is tudjuk oldani ketten ezt az egészet amúgy. Nekem lehet, nem kell amúgy. Ja. Akkor mindegy, egyedül is megpróbálhatom, ha gondolod, Dani. Valamikor kerítünk le alkalmat. Jó, meg lesz. Jó, király. Na, nagyon jó játszanak, tök jó. Ahmed, de meg nem tudom mi van. Hát amúgy. Én se, nem láttam. Pedig jó barátom, 1 milliárdja van körülbelül. 1 milliárdja? Jó, a nekem is volt annyi. Azta! A nekem is volt az annyi. Olajból, mi? Hát, majd még mesélek. Az arab sejk! Holnap, jó? Majd fölhívlak. Jó. Fölhívlak nekem. És Ahmed miben mozog, vagy van valami bandába? Nem, ő nincs semmilyen bandába. Ő is ilyen szabadúszó, mint te. Mhm. És mégis tele csak van pénz. Csak most külön váltunk, volt egy kis össze... konfliktusunk, szabad így foglalkozni. Aha. Összevesztünk pár fegyver miatt. Azta. Azt inkább nem lőttünk egymásra, mert jó barátok vagyunk, megadjuk egymást a tiszteletet. Aha. Inkább elengedtük egymást szabad útra. Azért kerestem, hogy hol van, mert... Már nagy részben nem barátomra tekintek, hanem olyan, mint egy család.
itt a családomra, a testvéremre úgy tekintek rá körülbelül. Aha. És ez miatt igazából. Csak kíváncsi voltam, hogy jól van-e, meg mit tudom én. Persze, persze. Na jól hallottam, most ott a piacon, ott a maszkosi... Valaki hív. Na, vedd fő. Halló, Szláva? Mondjad. Ma Jubit is fő kéne hívni. Most? Vagy mikor? Szerintem kérdezz meg tőle, hogy meg-e van a pénz, jó? Mert mondta, hogy 2 milliót csak összeszed. Hív már fő, hogy megvan-e a pénz. Még meddig leszel itt a városban? Még egy fél órát. Ja, jó, oké. Oké. Na, gyerekek! Mit gondoltok? Kemény. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatást, tagok a leírás másik sorában tudtok lenni, ha tetszik az RP Live, köszönöm, kaptok dedikálókártyát, használhatjátok az emótokat, köszi. Enni, eszünk, iszunk. Jó. Oké, és meg fognak ölni, hát remélem nem fognak megölni. Rákérdezem, mi van Ricsel? Istenem, ez a gyerek, várjál! Ez tudod melyik, Dani, aki itt volt? Mármint, hol van? Tudod, aki itt emgézett. De hol van? Ja, aki hívott téged? Mhm. Az volt mondod? Az a gyerek. De nem tudom, honnét tudta meg a live-ból. Hát a live-ból megtudja a számodat, persze. Bocsi. Basszus. Mindegy, nem probléma, amúgy nem baj. Ezt sajnos nem tudjuk. Lemutoltam a telefont amúgy, Dani, te is tudsz ilyet csinálni, elmondjam, hogy kell. Lemutolni? És akkor aha. Senki nem tud hívni? Nem. Na. Úgy kell, hogy F1, beállítások, és ott van, hogy volum, aha. És ott nullára leveszed. Na, király, akkor köszi. Úgy figyelj, hogy akkor a szlávájékat se fogod hallani, ha hívnak. Senkit. Senkit, akkor senkit. Aha, tudod. Jó, köszi. Nincs mit. Na, mit beszéltél, Szláva? Még beszélek, mindjárt ír az ember. Oksa. Szláva gyanús. Ocsi, mondom, addig elmegyek pisilni gyorsan. Oksa. Jó, most tudunk találkozni. Most tuti nem nagy ügybe vág. Ricsre nagyon oda járni. Fejszét. Hát most megleptél, hallod. Ne vedd le, mert ha hívnak, akkor nem hallod. Igen. Figyelj, főnök. Igen. Ne legyenek kételjeid velem. Jó, bocsánat, érted? Hogy bizalmatlan, csak kicsit furcsán viselkedtél, aztán ja, megijedtem egy kicsit. Ja, nem csak. Intéztem egy-kettőt. Mert hogyha kiviszlek a főnökhöz, akkor na nincs visszaút. Ja, de hogy nem erről van szó, érted? Csak nem ismertem még ezt az urat. Persze, hát csináltad nyugodtan a saját dolgodat, csak azért pár infót azért dobjál nekem is, mert... Okay. Tudod, hogy benned meg Tomászba bízok a legjobban. Értem. Köszi, Sanya! Köszi! Mindjárt hív az emberem. Rendben. Na, szevasz, James! Szevasz. Azt történt igazából, hogy ugye az autós Toyotás, az át akart engem nagyon verni, úgyhogy nem vettem meg a kocsiját. És itt van egy fegyveres, aki Donét érkezett a házhoz! Hát én azt nem mondtam, hogy nekem csinálj egy fegyvert. Nem tudom, megbízható-e, ezt majd nem tudom, kiderítsük, vagy... Aha, de derítsétek ki, az lenne a legjobb, igen. Jó, mivel... Nem tudom, odaadjak neki pénzt, mert azt mondja, hogy ő előre nem tud az kockázatos lehet, tudod, hát igen, hogy előre fizet. Mert nekünk nevileg kraftolnak. Aha, mit mondott, mennyit kell odaadni neki? 6 milliót. És annyiból hoz neked fegyvert? Igen. Mondjuk az jó áron lenne, de hát nem lehet. Szerintem adjál neki 2-t, és mondd, hogy majd fizeted a többit, ha hozta. Hát, de azt mondta, neki nincs 4 milliója, és 6 milliót adnék, akkor meg tudna nekem kraftolni, úgyhogy... Aha, hát ez elég érdekes, nem hiszem. Ez nagyon jó áron van. Nem tudom. Szerintem ne higgy neki. Hát igen. Neked a telefonszát mondom, hogyha tud nekem kraftolni, akkor majd akkor szóljon. Vagy vigyen el téged, és nálad legyen a pénz. Persze. Az jobb lenne. Talán még beszélünk vele. Jó, oksa. Na, kösz az infót. Nincs, és akkor még majd mikor beszéljünk? Szerintem hónap tudunk találkozni, jó? Hónap? Aha, szakítunk rá időt, ma nem. Jó? Ma már nem. Jól van, jól. Okés. Akkor megyek el a városba, és akkor majd holnap így. Oksa, gyere majd. Na, csá. Cső. Itt vagy, Péter?
Kaki jó? Patrik! Patrik, fölhívja Patrikot! Köszi, köszi. Igen, na mit gondoltok? Szláva nagyon fura nekem ma. Nagyon-nagyon fura. És ez a Péter is. Oké. Okay. Szláva ma megint nagyon telefon. Annyit telefonál ez az ember, hogy hihetetlen. Nem tudom, mi van vele. Nem tudom, nagyon fontos ember lett. Ja. Na, jó van, akkor hónap tudunk találkozni? Persze, persze, keresni fognak. Jó, jó, szuper. Aztán a fegyverek meg lesznek hónapra szerintem? Főnök, ne mondj semmit, tudom kivel beszéltél. Ő kivel? Rich-sel, nem? Nem, James-el. Ja, mert most akart téged hívni Rich. Na, tényleg? Na és mit igen, mondott? Azt mondta az emberemnek, hogy beszél a felettesével, gondolom rád értette. Na, hát akkor várom a hívását. Na, hát akkor mégse olyan... olyan megbízhatatlan, vagy mit gondolsz erről? Hát figyelj azért, most itt a... Peti barátunk is, vagy Love barátunk is, itt van? Itt van, itt igen, van. Itt vagyok, itt vagyok. Ő is megerősíthet, hogy azért 20 fegyver az sok. Hát igen. És na honnét szerezne annyit? Az emberem elad neki. Hát ez az. Én azt értem, hát de honnan van annyi pénze? Épp az az. Ez is értem. Nekem az, nekem mondta egy pár órája, hogy 7 milliója van. Ja. Úgyhogy nem értem. Vagy mi? Kapott valakitől ajándék? Lehet, hogy mi? Kapott valakitől, vagy lehet. Megbízták. Aha. Érdekes. Nagyon, nagyon érdekes. Hát figyelj, várom, hogy hívjon, és akkor majd meg lesz. És hogyha oda mennénk, és kifigyelnénk. Az is jó lenne. Küldjünk ezt az kordi... automat... Ezt nem az ismeri. Automat még úgy se ismeri. Sötétített. Jaj, ja. Jó, akkor menjünk oda. Jó, szuper. Petra, jössz velünk, vagy majd hónap találkozunk? Megyek veletek. Jó, rá, gyerek, meg. Jó. Csak akkor el kell torzítani a hangunkat. Nem? Hát... Na, nekem van egy maszkom. De nem beszélünk vele, csak távol. Ja, nem beszélünk, csak megfigyeljük, így nem lát minket. Ja. Ja, jó. Csörgessen meg. Ne. Mindjárt küld egy koordinátát el. Ja, neked küld? Jó, mert engem még nem hívott. Kenut melyik csatornán sorsolják? Én nem nyertem, képzeljétek el a lottón most. Köszi, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatást, köszönöm a tagságot, örültök, hogy 3 órások a live-ok? Köszi, köszi. Köszi, köszi. Érdekes a sztori, érdekes. Kezd alakulni, kezdenek alakulni itt a szálak, csak itt tényleg, hogy mennyire durva, hogy mennyire nem lehet bízni az emberekbe, mennyire lehet, nagyon érdekes. Nagyon. Mit mondasz, Nála? Nálatok működik a telefon? Igen. Megint valami olcsót vettél. Ja. Jó, fölhívom működik. Akkor. Működik? Hagyjad. Támogattad már azt tanít a szondja, csáó. Donételtél már neki. Hív. Megint Jameshoz. Mit akar James? Köszi. Halló. Na csá, miért kerestél James? No, hát elég fontos ügyben, mert valaki kérdezni akart a bandára, vagy hát azt mondta, hogy egy banda, valami palit emlegetett, emlegetett. Ki volt az? Hát ez a fegyveres, lesz, hogy kérdezni akar valamit egy bandára. Hogy hívják? Pali. Nem, hát az a neve, hogy Alexander. Alexander, nem hallottam még ezt a nevet. Jó, köszi az infót. Remélem nem mondtál furcsa. Semmit. Nem mondtam neki semmit, mondtam neki, hogy nem tudok róla. Ha? Nem tudok róla semmit. Jó, mechanikus levész. És akkor ugye ezt gyorsan infóztam neked, és akkor... király vagy, jó, ez jó info. Nem Alexander tudom ki akkor, ugye? Milyen ruhában volt? Milyen autóval? Hát, ugye aki akarta nekem eladni a fegyvert, vagy akarta kraftolni, ilyen fekete ruhában, ilyen nagy öltönyben, ugye, és ilyen fehér póló, piros nyakkendő, barna nadrág. Jó, oksa. És Alexander, ugye? Igen, és ilyen, hát ilyen kócos haja van. Jó, oksa, köszi. Nem tudom ki volt, ez elég gyanús, hogy... Jó, hát igen, hogy utánunk érdeklődött, de mivel kapcsolatban? Hogy kik vagyunk, annyi, vagy... Csak igen, azt kérdezte, hogy szeretne kérdezni valamit egy bandáról. Aha. És annyit mondta, hogy Pali neve. Aha. Ennyit mondott, ugye?
Na, nem tudok róla semmit, és akkor jó, köszi. Nem fúzom neked. Ez plusz pont, jó, köszi. Nincs itt, nincs. Király nincs, vagy. Nincs. Jó, majd beszélünk akkor holnap, ez ügyben majd. Megvan a telefonszáma őnek, úgyhogy... Megvan a száma? Talán, akkor, igen, akkor lehet, hogy el kéne kapni majd. Igen, és jó, akkor holnap találkozunk, valahol megadod a számát, és akkor elkapjuk, jó? Jó. Oké. Na, csá! Cső. Na, érdekes hívást kaptam. Kitől? Na, mi történt? James-től. Fegyvert akart venni valakitől James, és kérdezte ez az illető, Alexandernek hívják, nem tudom, hogy mondta valamit. Na, ő az én emberem. Megvan, összeáll. Ő a te embered? Na figyelj, mondom. Azt a de király vagy. Figyelj, de király James vagy. Meg Rich együtt vannak. Most mondta az emberem is. Igen. Hogy ketten vannak, és a James akar 20 fegyvert venni. A James akar? Egyet. Aha. És mert... a barátja Richnek, a James, azt mondta. Aha, és képzeld el, hogy most hívott James, hogy kérdezte Alexander tőle. Na ez nagyon jó. Hogy mit tud Paliról, erről, igen, a bandáról. Tudom. És nem, James köpött. Nem köpött. Nem köpött, igen, tudom. Na, ezt nagyon jól összeraktad, ezt, ez király. Na, elég jó, érdekes, van. Jó van, király vagy. Ez nagyon jó. Már elment a városból, de a hely, ahol az üzletet megcsinálták, vagy nem tudom, még megcsinálták-e, oda el tudunk nézni. Jó, nézzünk el. Na, ez nagyon ki. Akkor Alexanderbe meg lehet bízni? Mert Alexanderbe képzeld, de tudod, mit beszéltem James-szel? Na? Hogy mondta, hogy megvan a száma Alexandernek, és hogy holnap el kéne kapni, hogy miért érdeklődött utána. De hát akkor nem kell elkapni, mert a te embered. Hát nem kell elkapni, csak nekik nem kéne mondani ezt. Hát igen. Aha. Jó, minden esetre összefutunk majd ő James-szel. De akkor te neked is ott kell lenni. Jó. Jó? Vannak róla fényképek. Jó, majd megmutatod őket. Egy tiszta nyomozott vízével. Köszi. Gyerekek, ez nagyon jó. Nagyon. Kezd érdekes lenni a sztori. Kezd érdekes lenni. Találkoztak ott az emberem. Ő Alexander? Igen, mindjárt ide jön szerintem. Jó. Hátam mögött intézkedik, de gyanús. Hello. Szállj be, nem tudok. Péter, ja, itt vagy még? Igen, itt vagyok. Pali. Csak figyelem az ügyet. Péter, bemutatom a barátomat, az emberemet, Alexander. Szia, Alexander. Hello, szia. Pali vagyok. Szia. Vaja, Slov. Ja, jó. Igen? Itt találkoztatok, ugye, Alexander? Igen, itt találkoztunk. Aha. És elmondod részletesen, mi volt a főnökömnek? Hát úgy volt, először amúgy egy másik emberrel találkoztam volna. Csak ő most izébe van, rendőrségen, de az mindegy. Srácok, is az... menjünk külön helyre, itt egy krómos. Jó, menjünk. Jelölsz valamit? Mhm. Uh-huh. Csak vett ki. Igazából ez az nem is tartozik ránk. Az mindegy, őt is úgy hívják amúgy, hogy Rich, aki veszti tőlem a fegyvert. De igazából, amire most kértetek, hogy mondjam el, ugye az Rich, Nazdan is pólóban van, igaz? Így van, mindig. Így van. Aha, na, ő is abban volt, szürke haj. Igazából úgy volt, hogy oda mentem, mert azt hittem, hogy már jó, most lehet ez nem olyan itt is, de amúgy úci, nézem a live-odat, és onnan tudtam, láttam, de hogy... Ne vigyük be. Ja. Jó, oké. Oké, na mindegy, hozzáfutottam oda, és akkor kérdeztem, hogy te vagy-e Rich, aki te szeretné tőlem venni a fegyvert. Mondta, hogy nem, de mondta azt is, hogy nem én vagyok az, de akkor, igazából vehetek tőle akkor fegyvert. Akkor Beti nem takosz. Oda egy kicsit futottunk oda hátra. Nem a parkolóhoz, hanem oda egy kicsit előtte, ilyen izi hely, és beszéltük, hogy mennyien legyen meg, hogy mondtam, hogy 8 millió, és ő azt hitte, hogy én ugye a fegyvert, tehát, mert én fegyverlelőhelyet mondtam, és ő meg azt hitte, hogy fegyvert adok el, tehát hogy, aha, hogy ott van a nálam, meg ilyesmi, és mondtam, hogy nem, hanem fegyverlelőhely. És akkor igazából nem tudtam, hogy most ez hogy van, és akkor át akartam verni, hogy 6 misivel, de igazából utána meggondoltam,
és akkor így nem verem át, hanem mondta, hogy vesz tőlem fegyvert már 8 millióért, annyira feltornáztuk, 8 millióért vesz, lehet, hogy holnap, de lehet, hogy holnap után fogja megvenni. Van egy barátja, neki is, és neki meg nagy tételszámba kell venni. Tehát, hogy ilyen... James. És ezt a Jamesnek hívják, ezt a fiatal embert. Ezt ismerjük már. Á, értem. Akkor oké. Nem mondták, hogy hova akarnak menni fegyvert? Ja, nem mondták, hogy ennyi hogy fegyver minek kell nekik? Nem, nem mondtak semmit igazából. Annyit, de igazából kérdeztem, hogy itt van-e a városban a barátod, mondta, hogy itt van, azt nevet azt nem kérdeztem, de akkor már tudjátok, hogy szerintetek ő az. James és akkor... volt, mert hívott aha. engem telefonon, aha. és mondta, hogy te kérdeztél a bandáról. Igen, igen, Paliról, kérdeztem. És mondta, igen. hogy nekem nem köpött, előbb hívott telefonon. Igen, igen, nem köpött nekem, tehát hogy nem mondott nem semmit mondott rólatok. Semmit. Nem. Mert be akarnak lépni a csapatba a barna haverjába. Aha. aha. Értem. És akkor igazából ennyi, hogy és akkor én meg szerintem arra gondolom, hogy olyan 10-15-öt szerintem venni fognak. De nem tudom, hogy mennyit pontosan. De nem lehet, Szláva, hogy azért akarják, hogy hozzanak nekünk? Mert hát mondtam, hogy rengeteg. Az a belépés. Hát igen, nem mondtuk, hogy mennyi, de lehet, hogy bizonyítani akarnak, hogy ennyi fegyvert hoznak, hogy vegyük be őket. Mert mondtam úgy, Rics, hogy hívja a felettesét. Nem tudom, vele nem, beszéltem. Nem hívott utána. Komolyan? Igen, nem hívott. Ú, akkor nem tudom, mi akkor nem mondod? Akkor lehet, hogy más a felettese, nem? Hát azt nem tudom, sajnos nem akarok hülyeséget mondani, de mondta, hogy hívja a felettesét. Én meg mondom, oké. Okay. Aha. De figyelj, hát... főnök. Mondtuk neki, hogy 15 millió forint értékbe. Nem, nem ezt mondtuk neki. Az, hogy vagy 15 milliót hoz, vagy hoz fegyvereket. Az, hogy milyen értékbe hozol fegyvereket, azt nem mondtuk. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy sok fegyvert akarnak hozni, hogy bizonyítsanak, és hogy bevegyük őket. De én visszatérnék arra is, hogy mikor minket kipakoltattak, tudod, ott a bányánál. Igen, hogy James ezt honnan leírta SMS-be. Jó, James-et igen. akkor holnap kapjuk el szerintem. Aha. Mit szólsz hozzá? A jó kis Audival. Alexander, te meg... Próbálj meg rajta lenni Richen, jó? Ja, Richen. Oksa. Figyeld le. Ja, ezt akartam. Csinálj róla a képeket, ha úgy van. Aha. És akkor majd küld át. Telefonnal? DC-n? Hát OC-n mondom. Screenshot, aha. és akkor átküldöd Oksa. Ja. Oksa. Majd én nem vagyok az az uti uszítós fajta, de szerintem itt van valami más a dologban. Mivel hogy téged nem hívott föl, ezért szerintem itt valami más. Igen, én is ezt gondolom. Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy van valami. Hogy mondta, hogy főhívja a felettesét, és nem hívott. Aha. Úgyhogy nem én vagyok a felettese. Hát akkor ezt meg kell várni, mert ez hatalmas nagy kérdője. Ja, igen. Meg Pali, van egy-két bandáról tudomásom. Érdekelne? Vagy érdekelne, de most még nem mondd el. Majd legközelebb. Mert Péterből még nem bízunk rendesen, nagyon csöndben van, az hallgatózik. Ja, hogy ő is itt van. Ő itt van, hát, persze. Én hallgatom az ügyet. Ja, okay, mert holnap ő is hoz nekünk fegyvereket, azt mondta. Aha. Én igazából... nem azt mondtam, hogy hozok. Igen. Hanem, hogy magamnak hozok. Azt igen, nem nekünk, hanem magadnak, és megmutatod, hogy mennyi van. Így hát, van. Igazából nekem a is a sokkolót lenni. Azt odadom. Persze. Matyi, az áll, azt odadom. Nekem az nem kell, de én azért adom oda. Persze, nem azt mondom persze, hogy odaadod, hanem hogy megmutatod, hogy mennyi fegyver, mennyi meg milyen kapcsolataid vannak. Kapcsolataim amúgy... nincsenek. Nincsenek? Én magam egyedül vagyok. Aha. Igazából... Azért mondom, hogy akkor bejövök ide hozzátok, segítek. Csak akkor mondom, akkor legyen nekem is már egy célom. Akkor és azt akkor teljesítsük elkapni már. Azt az embert. Aha. Így van. Jó. Jó. Ja, meg amúgy nem tudom, hogy Péter, neked hogy vannak a fegyverelőhelyeid, de nekem is van pár. Milyenek vannak? Hogy számoljadik? Hat darab. Tehát 6 darab fegyverelőhely. Jó, van... pénz az van bőven. Tessék? Pénz az van bőven. Ja, oké. Okay. Elmondjam, hogy milyenek. Szállnak pióta és miért van embere? Ő mondta az elején, hogy van hogy embere. CZ, G36. Ugye azon AK. Belül is AK, azon kívül minden mehet. Igazából van Thompson. Azt meg tudom, igen. Shoti. Shotit is.
meg Uzi. Ennyi. Discord a leírásban van. Ezeket tudod mindegyiket, mi? A Soti mennyibe mennek? Soti is 25. A nagy papira gondolsz? Szerver 4-en vagyunk. Szerintem az, de nem tudom. Hát az is ugyanúgy ott van ott a hajón, tudod? Tudod, Szláv, melyik? Aha, ahol tudom. A G36 ott van. Tudom. Akkor lehet, hogy nem az, mert én nem tudom nekem, itt fent északon van. Figyelnek, ugye? Akkor az egy másik három hely. Igazából most ezt elmondom, hogy a... nem tudom, hogy megbízok bennetek. Nem az, hanem hogy én a Yakuzába voltam benne. Nem hallottam igaz... még róluk. Elég fura egy banda. És tőlük kaptam ezt. Ilyen térképet, de amúgy ugye akkor lehet az, nem, hogy kereskedni vele, mert nem cékáztak meg semmit, tehát hogy nem volt ilyen zi, hogy felejtsek el mindent. Hát miért nem cékáztak? Kiléptél, vagy hogy történt? Nem, kirúgtak. Akkor ott kell lennie cékának. Valami inaktivitás volt esetleg? Nem. Elvileg az, hogy Discordon hangosan beszélgettem, de nem tudom. Most is azt csinálod. Hát amúgy az előbb én is hallottam, mi a franc, így hirtelen hangos lettél amúgy. Nem, amúgy nem gáz, hát mindig. Na jó, bocs, akkor mondjáért veszem. Szegény. Ja, és akkor ezért, de nem cékáztak amúgy, csak mondták, hogy ki vagy rúgva, szavasz, azt mentem dolgomra. Hát akkor az úgy okés. Az úgy okés. Aha. Ott van akkor ja, van szóval lehet, hogy figyelnek vannak. Minket, nem? Az előbb szóval volt ott egy tudom, fehér. Ha kell nektek, meg van armor is. Persze, minden kell. Szóval, hogyha kell nektek, igazából Ucin izinek neked is elküldhetem, vagy pedig Szlávának. Elküldheted nekem, ha gondolod. Megvettem az X6-ot, most igen. Most ezt te mondtad, Szláva, vagy Peti? Peti. Ja, jó, te nem vagy meg nekem. Discordon? Aha. Lemondjam? Szerveződik a csapat. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ott állt a sarkon. Láttam én is. Vagyok. Láttam én is. És mondtam. Mondhatod. De nem hallhattál otthon, Patrik? Nem? Nagy S. Nem, kicsi minden. Azt a figyelnek egy minket. Egy számmal írd a T-betűnél. Az oké, hogy figyelj, de nem hallanak Patrik, minket, ez biztos. Hol írjam? V-betűvel. Tudod, T-betű. Oda a helyére egy ötös számot. Lehet lezárják, csak nem zárják le. A hashtag az meg 1520. Akkor... Lassan, Szláva, beszélünk el négy szem közt. Igen? Aha. Mert utána el kell mennem a városból. Jó. 1520. Aha. Állja, azt hogy is kell leírni? Hát hashtag és akkor 1520. Mennyi? Hogy? Hashtag és akkor 1520. Figyelek titeket, ettől lesz szízgép, igen. Előbb, mintha figyeltek volna minket. Valóban? Kicsoda? Sarkon állt egy autó. Ja, vágom, 1500. Alexander meg Láv, kitehetlek itt titeket? Persze. Péter, akkor aha. Holnap keresünk, jó? És akkor... Vagy hívjalak? Majd hívjál, légy szíves, igen. Jó, hívlak. Én 6-tól 9-ig itt vagyok a városban, hívhatsz majd. 6-tól 9-ig. Szerződik fegyvert, jó? Jó, mint akar valami, Dani? Dani? Már megint álmodsz. Nem, Matyi. Nem. A sokkolót hozzad. Jó, sokkolót. CZ, kis fegyver valami. Nem. Csak mutasd meg, hogy mennyi mindened van, és akkor intézhetnénk azt a krómos rácot. Jó. Mit akartam még kérdezni, hogy... szálljunk ki, mert akarnak négy szem közt beszélni. Ja. Nem megyünk el, csak beszélni akarunk. Jó, mit akartam még? Esetleg engem is be tudtok vinni? Mármint a csapatba? Igen. Igen, ezt Lávával beszéd majd meg, mivel a te embered. Oksa. Az ő embere vagy. Oksa. Szevasztok. Okay. Adios amigos. Köszi. Sokat beszél. Ja, de hát nem baj. Kell ilyen tag is. Na, innen húzzunk el. Mert itt balhé van. Huha. Szerintem jönnek utánunk. Csak nem fog ránk lőni. Bakker! Mindjárt az embereket segítség kell. Jó. Hányan vannak a kocsiban? Ne, menj. Jó, nem jön. Köszi. Köszi, hogy itt vagytok.
Leírás másik során, aki csatlakozik a live végén, tud dedikáló kártyát kapni. Szlávának van fegyvere. Át kell hoznom szerver egyről a fegyvereket, mert most már megszűnt jó innen. Itt jó. Köszi, Bebara. Itt jó lesz, igen. Na, mit gondolsz Szláva mai napról? Eredményes volt. Eredményes volt, igen. Nagyon jó szálakat nyomadtál tovább. Alexanderben meg lehet bízni? Mondjuk elég jó intézi az ügyeket. Meg lehet bízni. Meg lehet? Jó, figyelj, majd te igen? Annyi van, hogy kicsit keveri az ICOC-t. Aha, jó, persze, semmi baj, hát majd megtanulja. Ja. Nincs ezzel baj. Jó, az a helyzet, hogy hát meg vagy dicsőre, bocs, hogy nem bíztam benne, csak elég furcsán viselkedté. Hogy elmentetek hirtelen, ott hagytatok, aztán kicsit megijedtem. Aha. Hát... Tobászt közben megverték. Tényleg? Igen. Mondta, hogy volt valami aha balhé. Aha. Na. Jó, jó, figyelj, akkor holnap szerintem... És mit gondolsz Péterről? Azt mondta, hogy van, egy krómos hívni fogja, és el akarja, ki akarja deríteni, hogy ki az, aki kirabolta őt. És hogy azt velünk szeretné elkapni. Nem említette neked, hogy mióta van itt a városban? Nem, sajnos. És nem tudom, hogy honnan van ennyi pénze. Mondta ilyen régi bandatagokról beszélt meg minden, de hogy... Azt mondja, hogy a krómosokat nagyon utálja, és képzeld el, hogy ki akart, hogy mondta, hogy a főnökömhöz vigyem el a bázisunkra. És ott lett furcsa a helyzet, mert hát mondom, mi van, ha kiviszem, és jönnek utánunk, és megtalálják a bázisunkat. Aha. Köszi, Bence, a live végi támogatást. És az elég furcsa lett, úgyhogy hát mindegy, szerintem vágjunk bele ebbe az akcióba, azt majd látjuk. Donét érkezett a házhoz. De aztán nem fogjuk kivinni a főnökhöz. Mert ugye tudod, hol van a mi? Farm. A farm, így van. Oda nem szabad kivinni, mert ha oda jönnek, akkor az gázos lehet. Annyit mondj már rá, főnök, hogy az hogy van, hogy vannak ugye a farmosok. Igen. Kings County. Igen. És vannak a megváltók, ők egy helyen vannak? A kártel, a kártelesek a szövetségeseim. De nem a kártelesek, ez a King's Country. Na, őróluk még nem is hallottam, úgyhogy nekem ez nekik, is úgy. Nekik van alapból a farmon a telephelyük. Tényleg? Akkor biztos, hogy ők a szövetségeseink, hogyha hát egy helyen, mert a megváltó, mi ott vagyunk. Ja. Meg vannak a kaszinósok is. Aha. Mert mondta, hogy Thomas a kártelesekkel volt. Aha. Csak aztán kirúgták, vagy kilépett, nem tudom. Értem. Na jó, hát figyelj. Eredményes nap. Ez eredményes nap volt, sok új dolgot tudtunk meg, de mondjuk Richen kiakadtam egy kicsit. Remélem, hogy nem igaz, vagy nem más szervez a hátunk mögött. Mert aha, ez, hogy főhívja a felettesét, és nem engem hívott, ez nagyon furcsa. Hát lehet elment a városba. Lehet elment a városba, hát bízunk benne, holnap mindenféleképpen megkérdezzük. De ez a James, ez meg még furább amúgy. Figyelj, az az igazság, hogy én Richet nagyon megsajnáltam. Hát igen, azért nem akartam, azért akartam adni neki még egy esélyt. Aha. Nagyon őszintének tűnt egyébként. Igen, igen, igen. De hát ez már csak rajta múlik. Rajta, majd megbeszéljük. Jó aha van, oké, köszönöm a munkátokat máma, nagyon jó volt, nagyon jó az öltözéteket, öltözék minden. Aztán holnap itt lesz a városba? Megpróbálok itt lenni a városban. Jó, szuper. Nem köszönöm. Mondom. Nem, jó, mondom, hát majd kerese. Akkor okay. Max addig Péterre intézzük ezt a dolgot holnap. Rendben, jó. Jó? Na, köszönöm, aztán jó legyél. Oké. Csá-csá. Hello. Na, gyerekek. Ára, ennyi lett. Valaki azt mondta, unalmas, sajnálom. Ez erről szól, hogy itt szervezzük a csapatokat. Beszélgetünk, ne haragudjatok, kilépünk, majd ide jönnek értünk. Lesz sorsolás is. Köszi, Szlávát ki. Majd hónap kifizetjük őket. Visszanézhető lesz a live, igen. Remélem, hogy élvezt. Jó volt azért? Jó volt? Ba, Thomas meg is, nem hagytatok, mert ha büntetlen meg, akkor senki... Értem. Thomas meg kell kérdezni majd, hogy kiverte meg. Igen. Holnap 3-6 körül kezdünk, jó? Ismételten. Oksa? Remélem, hogy jó volt, élveztétek. Ő Péter, P.O. Péter hatalmas volt. Jól játszanak a srácok. Most itt mondták, hogy Alexander néha keveri a dolgokat. Nem baj, hát meg kell tanulni.
meg kell tanulni a játékot, tényleg nekem is, hát én is úgy kezdtem, hogy kevertük a dolgokat. És szerintem jó RP volt, itt nagyon, az így a szálak majd valahol össze fognak jönni. Itt ez a James meg Alexander is összejött, és nagyon jó volt, mert ezek a szálak nagyon össze kezdenek érni, és jó volt. Köszi. Jó, aki live végén még szeretne csatornatag lenni, most van lehetőség. Köszi. Igen, mi a P.O. Péternek a csatornája? Ezt valaki megfejtette? Köszi. Megvan P.O. Péter. Elekrobi? Tényleg Jay? Elekrobi volt az? Tényleg? Tök jó. Jó csinálta a dolgokat. Úgyhogy jó lesz. Úgyhogy nagyon jó, hogy tényleg így nem viszik be. Nem gáz. Megkértelek titeket, hogy ne MG-zzünk. Nem jellemző nagyon erre a dologra. Tényleg tudom, hogy krómosok is vannak a cseten, de nem csinálják azt, nem megkérd. Hogy játékba. Love Péter. Igen. Úgyhogy olvashatnám a csetet. Igen, Robcsi, tudom, de ilyenkor a csetet nem nagyon tudom sajnos olvasni. Ilyenkor, amikor RP-zünk, de azért igyekszem, jó? Sorsolás! Most lesz sorsolás! Jöhetnek az e-mail címek! Így van, így kell megtudni, így van. Jöhetnek az e-mail címek, mert sorsolunk, jó? Oké, és? Mit rendeltem? Felvett, nem rendeltem semmit, jó? Jó, már megijedtem, hogy itt a futárszolgálat nem bír magával. Köszönöm. Holnap RP lesz, igen? Folytatjuk tovább. Nagyon köszönöm a donéteket, kedvesek vagytok. Nincs olyan live, ahol nem érkezne vadállat donét. Nem bírtok magatokkal sokszor. És hónap vége van ráadásul. Hónap végi támogatások érkeznek, hihetetlen. Nagyon pörög a chat, királyok vagytok. Nagyon-nagyon jók. Ide kell chatre küldeni. Csak mi látjuk meg a moderátorok. Kicsi mancs, nem baj, visszanézhető lesz, jó? Oksa? Semmi baj, Niki, köszönöm. Na, a nyertesünk nem más máma. Kérlek, kicsi az esély, hogy nyerjen valaki. Varga Zolika. Varga Zolikának szeretnénk őszintén gratulálni. Szia, posta címet kérek szépen. Jó, és még megvárjuk, hogyha lesz esetleg csatornatagunk a live végén, akinek tudunk adni dedikálókártyát. Gratulálok. És köszönöm, hogy 108, ma is lett 3 új tagunk. Ezt szeretném nektek megköszönni. És valaki kiemelkedő szponzor is lett. Azt hol sorsod? Itt csetem. Megáll, ahol megáll az egér egy e-mail címné, ő nyer. Holnap is lehet nyerni. Jó volt? Élveztétek a live-ot? Kezdenek a szálak összefonódni, és nem baj, most nem baj, hogy lehet, hogy krómos Péter, értitek? De legalább akció lesz, vagy elrabolnak, vagy valami. Nagyon szerveződik a banda, egyre többen vagyunk, egyre jobbak a szituációk, egyre több infót tudunk meg. Szerintem nagyon jó. Nagyon jó. Holnap itt lesztek? Este 3-6-kor. Tagnak a leírás második sorába tudtok lenni. Tényleg köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Nem szeretnéd, hogy vége legyen. Ha venni, a leírás második sora, Attila, a dedikáló kártya. Komoly szponzor. Nem Péter, te vagy az elit tag csak. Most kiemelkedő lett az a 3000-es tag. Köszi. Úgyhogy remélem, ószék robosok hiába vannak, de ezt így van. A játékban hiába írjátok itt cseten, hogy például Tacos krómos. Játékban nem tudjuk, hogy Tacos krómos. Mondjuk most már tudjuk, mert láttuk a krómos autóba. De amit cseten tudunk, azt a játékban nem tudjuk. Ezt kell elkülöníteni. Ezért jó ez az RP. Úgyhogy nagyon jó. Köszönöm, Peti. Holnap RP lesz, eladó autód nincs. Most vettük a BMW-t, majd teszteljük. Meg el kell vinni. Most értem, ide gondolom, itt lesz, akkor mi történt? Ma köszönöm, elmondod gyorsan. Ma a Milán szervezzük tovább a csapatot. Eléggé nagy fába vágtuk a fejszét, mert olyan embereknek mondunk el infót, amit nem biztos, hogy el kellene. Tagságon kívül? Ja, a tagságon kívül sajnos attra nem tudok adni. Igen, Zoli, te nyertél. E-mailbe kell a teljes név, jó? Azt mondják, hogy P.O. Péter, Elek, Robi. Majd meg fogjuk nézni. Nagyon jó csinálják amúgy. Szláva, Tomász, tényleg most Péter is. Ez az RP gyerekek nagyon jó csinálták. Nagyon jó játszanak. És ha valamit nekem mondanak, mint Nazdani, akkor oda kell tenni, hogy OC, mert akkor nekem mondják, nem a karakternek.
Úgyhogy nem tudom, azt mondta valaki, hogy Elekrobi. De nem biztos, hogy Elekrobi. Ha nem Elekrobi, akkor bocsánat, de valaki azt mondta. Ferrari megvan, Elekrobi nem RP-zik, akkor más volt. Igen, de mondták amúgy, hogyha MG-znek, akkor szóljok adminnak, de hát nem volt eddig probléma belőle. Max követnek, meg a telefonszámot, mert így P.O. Péternek is megtudták a telefonszámát lány miatt, de, hát majd szétlőjük őket. Mai videót majd nézzétek meg, jó? Igen, Martin, kapsz, és mivel kiemelkedő szponzor lettél, Facebookon be is jelöllek, Martin, most live után fogok neked írni, jó? E-mailt. Teljes név kell, utca, házszám, város, irányítószám. Holnap a videó, holnap lehet, hogy a kaparós sorsért nyerés, csak amelyik kaparós sorsért nyert, azt fogom feltenni. Jó? Több, így van Alex, köszi. Nem rak fel, azt nem azt... Igen, attól, hogy nem rak fel videót, az még lehet, hogy RP-zik. Igen, az amúgy igaz. De kiderül. Mikor lesz a tesóim a videó? Tegnap volt, nagyon jól sikerült. Kiskörösön lesz közönség találkozó, reméljük jövő hónapban. De Patriknak hívják, akkor nem Elekrobi, hát Patrik, azt mondta, hogy Patrik, értitek? Úgyhogy bocsánat, nem ő. Mert Patriknak hívják, azt mondta. De miért van a viszonyú live, több mint két magas... Azért Norbi, azért két órát, mert nem dolgozta fel a YouTube. Egy pár óra múlva tudott teljesen visszanézni a live-ot, jó? Nem mindig dolgozza fel a YouTube olyan hamar. Igen, Patrikot mondott, hogy az a neve. Így van. Live lesz holnap? Így van, kérdezhetsz Noémi, így van. Ádinak voltam a szolgája. Igen, te is Szemere Matyika vagyok, vagy Pali. De jó, nagyon jó a szálak. Igen, OC Patriknak hívják, igen. Tacos nem tudjuk, de jó lesz ez. Jó RP-zek? Hát nem tudom, döntsétek el ezt ti. Vannak hiányosságok azért, de szeretném, hogyha élveznétek ezeket a live-okat, és jól szó. Mondjuk a like, hogy 1400 like van, tényleg azt jelenti, hogy ő tetszik nektek, és jól nyomjuk ezt az egészet. Meg nem, meg tényleg nagyon jó, hogy tényleg, hogy a való, hogy mennyire nem lehet megbízni az emberekbe, és mennyire mennek amúgy a való életbe is ezek a dolgok, nagyon-nagyon durva lehet. Köszi. Így van. IC tudunk meg mindent. Megbízol Rizsbe? Hát ez még a jövő kérdése. Rizset nem tudtuk elérni ma nagyon, vagy laggolt nagyon. Jay, te állat. Ja, vagy Jay, amit akarsz kérdezni, azt majd írd meg. Légy szíves. Fennmarad a live, minden live fennmarad. Igen. Mondjuk Szláva nagyon furcsán viselkedett ma, azt kell, hogy mondjam. Igen, ugyanúgy kell reagálni. Így van. Igen. Azt, hogy tagszerték maradni, amúgy... Igen, Noémi, igen. Hogyha nem mondod, le automatikusan levonja a havonta. Jó? Oké, és a tagoknak automatikusan. Jumi, holnap este... Oké, köszi. Jumi, tényleg Jumit elfelejtettük felhívni, bocsánat. Itten annyi információ történt, úgyhogy Jumit is fel kell hívni, tényleg. Tényleg. Elfelejt, bocsánat Jumi, hogyha itt vagy a cseten, vagy te voltál, az köszönöm. Papa, jól van, ma van a papa 65. születésnapja. Nagyon örülünk neki, hogy él és virul. Szombaton nem lesz live, jó? A héten csak szombaton nem lesz, jó? Oké, és aki élvezi a live-okat, köszönöm szépen, a leírás második sorába tud csatornatag lenni, havi 1000 forinttal tudja támogatni a munkásságomat, kap dedikálókártyát, használhat emótokat, jobban odafigyelek arra, amit ír. Köszönöm szépen, köszönjük a boldog születésnap kívánásokat, és örültök, remélem, hogy 3 órások a live-ok. Itt nagyon gyorsan megy az idő, nagyon durva. Nagyon durva, hogy így holnap szorítsatok, fogorvoshoz megyek, rosszul is leszek. Köszönjük a boldog szülinap kívánásokat. Megbízol Rizsbe? Hát nem tudom, most ez a fegyver. De ha oda megyek IC, hogy Csá Dani, az óriási MG Steve, igen, mert nem Dani a karakterem. Köszi Eszter. Sorsolás volt, igen. TikTok boomos videó, jó volt a papával. Lehet kérdésed, igen, megpróbálok rá válaszolni. 5 forint faluhelyen tudod mennyit ér? Sokat a Gamer Show. Faluhelyen nagyon sokat.
Köszi, vadállat fog orvos. Igen, hentes, igen. Ki, most, vagy, most csak kezdjük. Szerintem betömik Lajos. Megtömnek hónap, szerintem. Visszatér, hogy mi volt, nem csak életemben vagyok pár éve. Köszönöm. Köszönöm. Kitartást kívánok nektek. Te vagy a góré. Hát van felettesem, de ez nagyon... Meg nagyon jó, hogy Tomász meg Szláva így beöltözött micsodának testőrnek. Nagyon jó. Nagyon jó eljátszak. Itt színészkedni kell. Oké, köszi. Színészkedni kell. Ezt kell csinálni. Megtömnek. Ja, tényleg. Peti mondott valamit, hogy 900 milliót kapunk. Az mondjuk jó lenne. Ja, ez az Attila. Ez az. Rosszul is vagyok. Köszi, én is beszélök a fogorvostól. Hát lehet. Lehet, én is befogok szerintem. Hát fáj egy kicsit néha aztán. De hát ki lehet bírni? Honnan lett ennyi pénzem? A Krisz drága barátunk. Ja, és köszönjük Krisznek és minden támogatónak, hogy itt donételt is nekünk a live-ba. Nagyon hálásak vagyunk érte. Krisz Power Channel-re nyugodtan menjetek át. Ő is sokat erpézik. Tudjátok nézni, rengeteg pénze van. Nem kell félni. Hát igen, Bence, nem. Nem kell. GTA azt hiszem, hogy 30-40 euró körülbelül. Ja, úgyhogy jó játék. Nem tudom, hogy meddig fog tartani ez az RP-láz. Bízunk benne, hogy nagyon sokáig tudni fogjuk live-olni ezt az egészet, és jó lesz minden. Na, úgyhogy mindenkinek jó pihenést, kitartást kívánok a holnapi naphoz. Holnap kedd, ugye? Videó lesz. Szerdán Danikához megyünk amúgy. Úgyhogy jó lesz itt minden. Live-ol, Krisz, menjetek át hozzá nyugodtan. Kezd izgalom, kíváncsian várom a folytatást. Köszönöm, Dani. Jó, valaki azt mondta amúgy, hogy szánalmas az RP-m. Egy másik videósnál láttam kommentbe. Már nem a videós mondta, hanem egy másik ember. Egy kicsit rosszul esett, de hát nem mindent tudunk jól csinálni, de hát ezért vagyunk itt, hogy tanuljunk. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek azért. Köszönöm szépen. Jó pihenést és a legjobbakat kívánom nektek. Sziasztok, jó éjszakát, sziasztok, kitartást. Sziasztok, volt sorsolás. Köszi Sanya, hát még ide donétel nekünk a végére. Hát nem megyünk addig, amíg ez a vadállat donét elő, itt van. Jó éjszakát. Iiii, donét érkezett a házhoz. Köszi, jó estét. Sziasztok. Igen, Peti, igen, ez igaz. Köszönöm, sziasztok.